Hatodik fejezet. Egy ravasz komornyik cselvetése. Malinka valami különöset sejtett. Élén képzelő tehetséget csodálatos módon színezte ki a titokzatosnak látszó útját a pénzszerzésnek. Lelkiismerete megmozdulni készült, itt most valami rendkívüli történik. Meg lehet bűntény, de bizonyosan valami borzasztó. Csak legalább azt tudnám, mik azok a főkötő őrök. Pedig igen egyszerű volt a dolog. A Koperecki családra egy erekje maradt az Anzsú királyok korából, egy főkötő, vagy amint abban az időben nevezték magyarul, Csepesz, melyet állítólag a Kopereckiek egyik ősanyja született Omode Orsolya. Azon udvari szertartás alkalmával viselt, midőn Robert Károly királyunk kisfiát Lajost a Szent Kereszt tartotta. E komaságnak a fényéből táplálkozott a Koperecki család híjúsága századokon át, egészen máig, annál is inkább, mert a keresztgyerekből lett a legnagyobb magyar király. Rossz nyelvek ugyanazt állítják, hogy Kopereckiné nem a lajos gyereknek volt a keresztanyja, hanem csak az Endré, aki aztán a nápai Johanna gonosz körmei közé került. Hanem hiszen ez is még valami, csak hogy még rosszabb nyelvek ezt se hiszik, hogy azt mondják, mese az egész. És hogy a kopereckiek még abban az időben majmuk voltak Borneóban, és a fákon laktak, hogy a visegrádi királyi palotában hivalkodhattak volna. Bizony, most már annyi idő múltán nehéz eldönteni, ott volt-e, nem volt-e ott orsolya asszony, hanem a főkötő és az adósság, amiben állítólag akkor verte magát a koperecki család, színvalóság. A főkötő megvan a mai napig is, mégpedig krapecen van, a kastély úgynevezett kék szobájában, egy három lakattal elzárt nehéz vasládában. Kétségtelen, hogy a főkötő szövetje most már nem sokat érhet, a fazonja is meg lehetősen kimehetett a divatból azóta. Vilmácska tudom nem tenni a fejére száz forintért sem, ha tudna is róla, de nem tud, mert a főkötő létezése családi titok, a végső forrás, mivel hogy a főkötőn azon a bizonyos keresztelési napon 20 darab szurok fekete színű keleti gyöngy pompázott, melyekből kettőt Koperecki Márton, Mátyás király fiatal nejének, a bizonyos Podjevrát kisasszonynak ajándékozott, akit a király trencsénben vett át a követektől. Kettőt Koperecki István adott oda 1573-ban túlzó borbálának egy csókért, de lett abból kettő is. Három a Mohácsi csatában elesett Koperecki Gábor kalpakforgóján pusztult el. Elvitték a törökök, s a török kincstárból valami módon az angolokhoz került, hiszen ami érték, minden oda kerül végezetül, és ez idő szerint az angol korona gyöngyei között foglal helyet. Most már csak 13 gyöngy maradt a főkötőn. Mindenféle nagy szerencsétlenségek kezdtek a családdal történni. Eszéhez nyúlt erre Koperecki Kristóf, hogy azt a 13-as szám okozza, és 1715-ben a gyöngyökből négyet eladott kohári grófnak két rongyos falut kapván értek. Csábrág varbókot Hont megyében és még egy pusztát trencsénben a csernaperlát, fekete gyöngyöt, azon felül 1500 váltó forintokat. A megmaradt kilenc gyöngy, mint firól fira származott örökség, a mi Izraelünk apjának a kezén volt, és ő, mint fiatal gárdista, Bécsben kettőből fülbevalót csináltatott a híres énekesnőnek Fligori Matildnak, aki bevallott szeretője volt a császárvárosban. Nagy szoknya hős lehetett különben, egy harmadik gyöngyöt később duhaj mulatság alkalmával a rajeci fürdőben, mint egykor Kleopátra, borban olvasztott fel és megitta a szép Matosicki Klára egészségért, akit ez annyira meghatott, hogy utána szaladta megmaradt hat gyöngynek, vagyis a felesége lett. Mikor Izraelünk anyja haldoklott, egy évvel élte csak túl a férjét, különös végrendeletet csinált, amin őt csak asszonyész fundálhat ki. Egy három lakatra nyíló vasládát csináltatott, és elrendelte, hogy a családi főkötő gyöngyeihez, amelyek nagy értéket képviselnek, csak végszükség esetén nyúlhassanak leszármazottjai, mi két főkötő őrt nevezett ki. Az egyiket Mutnyánszki Marcella, Bizalmas kulcsárnéja, a másikat egy elszegényedett rokon, Koperecki Dávidné született Koperecki Ágnes özvegy zsidás kapitányné személyében, akik ezen tisztükért egyenként 200 forintot húznak évenként az örökösektől, mindaddig, míg a gyöngyökből tart. Az utolsó gyöngynél megszűnnek a hivatalok. Ha azonban az ő életük fonala fogyné kell előbb, mint a gyöngyök, az esetben mindenik főkötő őr jogosult utódot nevezni ki halála esetére ugyanolyan jogokkal, kötelességekkel és fizetéssel, mint ők voltak. Erre a halálos ágyán megeskedtette őket, meghagyván, hogy csak is végszükség esetén engedjék a gyöngyök elpazarlását vagy zálogba adását, s kiosztál közöttük a kulcsokat. Izrael fia kapván az egyiket, s a két főkötő őr a másik kettőt. Mint hogy a vasládát most már csak úgy lehetett kinyitni, ha a három kulcs tulajdonos egy akaraton van, és mint hogy történetünk idejében Omode Orsolya főkötőjén már csak négy gyöngyszem fityegett, kettőt Izrael zálogba tett egyet a kastélyrenoválásakor, egyet pedig még régebben a bubenyik pénzszerzési indítványosok nehézségbe ütközött. A báró érezte ezt és fázott tőle, mert a két öreg főkötő őr ugyancsak kitűnően volt megválasztva. Ha ne szétvették, hogy a bárónak nincs pénze, az egyik rögtön elutazott halasra a leányához, mire azt sikerült hazacsalogatni, a másik a falu végi sárga kurjában lakó kapitányhoz tűnt el a grázban lakó nővéréhez. Ha pedig úgy lepte meg őket Koperecki, hogy éppen otthon voltak, akkor a nyugalmazott kulcsárnék ki a kertészlakban köhögte át az alkonyatos éveit, ájuldozni, sírni, jajveszékelni kezdett, hogy a báró őt tönkre akarja tenni, hogy immár a végső gyöngyökhöz is hozzányúl, közeledik ezzel a perc, mikor a főkötő őri fizetése megszűnik, és ő a lésze alatt hal meg, mint koldus. Könnyenleg rimánkodik, térdeveti magát a báró előtt, hogy ne kívánja tőle ezt az áldozatot, legyen irgalommal iránta, mert mi lesz vele azután, ha az utolsó gyöngy is elvándorol a vasládából. Mire a báró, mint már néhány szóra az előtt eleinte dübe jön, hát meddig akar még maga élni, véncsoroszja? De aztán ellágyul, megrendül egész valójában, mert alapjában véve jó szíve van, és magától eláll a tervtől. Ám ha el nem állna, ott van a másik kusztosz, a kapitányné. Az bezzeg nem ájul el, nem sír, nem könyörög, hanem felkerekedik, mint a forgószél, a kastélyba szalad, sarkára áll, a csípőjére teszi kezét, toppant a lábával. Hát meg vagy te kergülve, Izrael, hogy szándékosan rohansz a vesztetbe. Hát illik ez? Elpocsékolni családod utolsó erekéit, Nem szégyenled magadat, te ember. Hogy van szemed a szemembe nézni? Fúj, Koperecki, bújj a föld alá, vagy eregy kapart ki őseid, csontjait a kriptákból, javíthatatlan ték és áruld el font számra. Mit akarsz tőlem a kulcsot? Abból ugyan nem eszel. Hát azt hiszed, hogy nadragúját ettem? Mire kell? Kártyázásra? De vernázásra? Hogy meg akarsz nősülni, mi közöm nekem ahhoz? Azért, hogy te élvezd az új feleségeddel, nem szükséges, hogy én az egzisztenciám egy részét odadobjam, meg azért a nyomorult kulcsárnéért. Vedd el a feleségedet, ahogy tudod, szép is meg a bagolyfészkedet, amint bírod, de én nem engedek a fekete gyöngyökhöz nyúlni. Majd, ha azt látom, hogy éhen vagy, akkor én is megnyitom a vasládát. Addig nem. Anyádnak így tettem az eskütést, így tartom meg, ámen. Ha pedig még egy szót szólsz, kikaparom a szemedet, na nézze meg az ember. Hiába forgatod a nagy szemedet, hiába rázod a bolond fejedet, hiába csikorgatod a dudvás fogaidat, melyekre lerakódott vagy két font borkő a kocsmákban és mindenféle spelenkákban. Ez a két font borkő az egyetlen, amit életedben szereztél. Téri hát esedre, Izrael. Gondolj az Istenre és arra, hogy ha megnősülsz, neked is lesznek gyermekeid és azokra is hagyni kell valamit. Mit gondolsz, szerencsétlen, ha minden koperecki ilyen lett volna, hány fekete gyöngynek kellett volna lennie a koperecki orsolya főkötőjén, hogy még a tetorkodon leereszkedhessék, vagy kettő. Egy szó, se többet, Izrael, egy szót se, mert forgós teremtette, mindjárt más hangból kezdek beszélni. Ettől a más hangtól félt Koperecki, hogy milyen is hát az a más hang, mikor már ez sincsen sejemből szőve. Nem kis feladat volt ennél fogva, amit bubenyikre bízott a báró. Mert bizonyára könnyebb és kevésbé fájdalmas azoknak a szegény csiga állatoknak ott a perzsa öbölben kiizzadni a tündéries csecsebecséket, mint azokat a két sárkány miatt a vasládából kihozni. De a ravasz nem rettent vissza a nehézségtől. Meg lesz méltóságos uram, ha nagyon kell. Koperecki két kedve csóválta a fejét. Nem tudom, mibe kezdesz. Itthon vannak most az öreg asszonyok? Itthon vannak. Vigyázz, hogy meg ne szökjenek, ülnek és ellovagolnak a gellértre. Van nekem az ellen arkánumom, csak tessék rám adni. Hány szem kell? Elég lesz egy. Most nagyon drágák. Elviszett trencsénbe, holnapot bezálogosított Schlesinger Fülöpnél, átadsz az összegből 2000 forintot Malinka úrnak, aki onnan négyes fogattal tovább megy Bontóvárra, és átadja a pénzt apósomnak. A fogat azután ott is marad. És én hogy jövök vissza? Magaddal viszed a hátas lovamat. Egyszerű volt a bubenyik terve, mint a kolumbusz tojása. Ebéd előtt éppen még kifutotta, magával vitte Malinkát egy sétát tenni a faluban, ez úgymond hozzátartozik a taktikához, amit az, mint szenvedélyes etnográfus szívesen megcselekedett. Egész a kovács műhelyig mentek és vissza. Nagy érdeklődéssel nézegette a parasztházacskák építészeti módját a kapuk alatt, a faragásokat és a festett tulipánokat, a kendertilók és egyéb közönséges és házi szerkezetét, azt mondják, hogy ez a tudomány ilyen semmiségeken hézik. A jó krapeci tótocskák, kik ritkán látnak idegen falujokban, azon ürügy alatt, hogy a kapcáskodó kutyáikat csítítják, kiállnak a kapuk elé, vagy legalább a pitvarajtóba, hasonlóan nem kis kíváncsisággal szemlélik a kutyák ingerült ugatásának okozóját, a bubenyik társaságában kószáló csinos fiatal urat. Ki lehet, mit akarhat. Megmegáll, bekémlel az udvarokba. Az bizony nem jó jel, és alig, hanem az adóval van összefüggésben, mely már úgy is elég nagy, de ahogy a fa nagyobbra nő egy-egy eső után, ez is mindig nagyobbodik, valahányszor úrféle jelenik meg az egyszerű viskók között. Néhányan oda is sompolyognak bubenyikhoz, és ha szerét tehetik őt négy szem közé kapni, megkérdezik, húva, kilégyen az illető, és bubenyik ez egyszer nincs begombolkozva, hanem azért mégis bizonyos fontoskodó titokzatosságot fitoktató hangon kezli. Ez bizony egy furcsa mesterségi úr Pestről. Vasfúró mesterember, ma hozta magával az úr. Vasfúró mesterember, hát mi az? Hm. Ez úgy tudja meglékelni a vasat, mint például kentek a dinnyét vagy a tököt. Egyet-kettőt húz a legerősebb vason a kis szerszámával, krix-krax, és megvan a nyílás, úgyhogy az emberi kéz befér rajta. S hamiskásan hunyorgatott a szemével. Különös egy mesterség, mondhatom. És mitől jó a? Firtatá egyik másik, aki szeret a dolgok velejébe látni. Bubenyik vállat vont, szájára tette kezét jelezve, hogy hallgatni kénytelen, de azért egy kis léket mégis ütött a dolgok homályával. Az uraknak tudja, sok tarka macskájuk van, és nem jó mindig tudni, mit csinálnak. Hanem, hogy mire jó ez a mesterség, azt a magunkféle szegény ember is kitalálhatja. Teszem azt szépszerivel kivenni valamit olyan helyről, amit kinyitni lehetetlen. Ezt így bizalmasan elmondta Bubenyik néhány helyütt, ahol megálltak, majd visszakísérte Malinkát a kastélyba, ahol már éppen csak őt várták, hogy tálalhassanak. A méltóságos asszonynak még csak néhány órára volt szabad felkelni, déltájban visszafeküdt az ágyba és odarendelt az ebédjét. Malinka úgy szólván megörült, amikor meghallotta, hogy az úrnő nem ebédel velük. Óhajtotta ezt a pillanatot, vágyott utána, álmodott róla, s mikor közel jött, megdöbbent tőle. Csak ketten ültek az asztalnál, és Bubenik szolgált fel, miközben megbíztatta a méltóságos urat. Minden jól megy, minden meg van indítva a gyöngy dolgával de az kétkedő mereszté rá a Nem hiszek a csodában, bubenyik, félek, nagy zúdít az a fejemre, és a végén is nem lesz az egészből semmi. Rossz előérzetem van, nagyon rossz. Tényleg hallgatag volt és elmélyedő az ebéd folyamán, alig szólt néhány szót, hirtelen fölhörpinti fekete kávéját, és megkérdezte Malinkát, szokott-e ebéd után aludni, mert ő maga mindig alszik egy csöppet, csak éppen annyit, hogy a szemét elbolondítja. Én soha se alszom ebéd után, úrnak való az. Hát mit szokott csinálni? Ha semmi dolgom sincs, olvasgatok. Van a kastélyban bibliotéka? Nincs. De könyvek mégiscsak vannak, majd keresek magamnak valami olvasmányt. Nincs itt egy fia se barátom, hiszen mondtam már önnek, hogy én az állatok tanítványa vagyok. Akkor hát kérni fogom azt a tót népdal gyűjteményt, amit útközben ígért méltóságod. Koperecki arca földerült. Aha, igen, persze, tudom már, a skatujáját is önnek ígérte, no, csak menjen a szobájába, mindjárt beküldem. Csak ugyan bement a szobájába, a jó evéd után végiggyölt nagy Lustán a zöld díványon, és füstöket fújt a levegőbe. Elgondolkozott, hogy ugyan megérzi -e Kopereckiné az ő itt létét, megérezné ő az ő helyében. Vajon milyen lesz a találkozás? Mit fog mondani? Megijede vagy megörül? Feltette magában ekközben, hogy történjék bármi, uralkodni fog a szívén és az idegein. Két termetes macska már akkor ott vadászgatott az ágy alatt, és mereven szegezte mind a kettő a tekintetét egy padlóhasadékra, ahonnan valószínűleg a zsákmányt várták, mely oda menekült. Malinka unalmában a vadászoknak gibickedett, a jól lakott ember nagy lelkűségével legalább elméletben támogatta a falánk macskák törekvéseit, annyiban, hogy ő is érdeklődéssel szinte türelmetlenül várta az egér megjelenését. De hol is lehet, hogy nem mer előjönni a kis gyáva, szegény macskák, mennyit kell settenkedniük egy parányi falatért, mégiscsak jobb főispáni titkárnak lenni. De alig, hogy átadta magát a macskákkal voló együttérzésnek, midőn kopogás hallatszott az ajtón, és a szabadra benyitott egy körülbelül a negyvenes évek tájékán levő kerek, piros arcú, tömpeórú paraszté. Kit keres? kérdé Azt a fiatal urat, aki Pestről jött, gondolom maga az. Hát maga ki? Én a kisbáró báró dajkája vagyok, szólt nyájasan, és megnyálazván ujjait kacérkodon igazította meg homlokán a hajad. Az is sárga volt, mint az odavaló agyagföld. A dajka csodálkozott Malinka. Hát mit akar velem? Nem élek én ember tejjel. Nincsen nekem teje, tiltakozott kacéra illegetvén magát. Nem én vagyok a szoptatós, az is voltam már valamikor. És itt mélyen fölsóhajtott. De most én csak az éneklő dajka vagyok. Én dalolgatok a kisbárónak bárónak mikor már a Márta megszoptatta. Na, és mit akar velem, jó asszony? Leány vagyok még, hála Istennek, igazi helyre koleszár Mária hajadon. Pedig azt gondoltam volna, tekintve, hogy amit mondja már szoktatós dajka is volt, e, hát mi van abban? Szemeit melyek nem voltak éppen rútak, egy kicsit lesütötte, hiszen maga se pap tette hozzá, én se vagyok a páca. Jó, jó, türelmetlenkedett Malinka, mind nagyobb-nagyobb ámulatba esve, de mit akar velem? Hiszen... Én is azt kérdezhetném az ifjú úrtól, és ránézett hamiskásan, várakozóan. Én? Semmi. Akkor aztán nem értem, miért küldött ide a méltóságos úr. Aha, kezdte már érteni Malinka Koperecki dévaj tréfáját. Ez lesz az a népdal gyűjtemény. Igen, gondolom már, maga sok nótát tud, ugye? Ami igaz, igaz, nagydalos vagyok, hisz az a mesterségem. Tudok én -e, minden nótát, ami csak van a vidéken, mert mikor még élt az édesanyám, Isten nyugosztalja, fonó volt a házunkba 22 ott minden nóta megfordult. Malinka érezte, hogy nevetséges helyzetbe hozta a principálisa, dühöngött is magában ezért, hanem hiszen visszafizethetem -e én azt még. De már most legokosabb nem mutatni, és a tréfa elől ügyesen, de mégis harag nélkül kisiklani. Tudja, hogy Koleszár Mária, én nagyon szeretem a falusi dallamokat éppen úgy, mint a madár éneket. De a madár ne a kalitkában énekeljen, az engem nem gyönyörködtet, messziről szeretem hallani a lombok kezül, úgy a dal is csak a mezőről szép. Menje át, ki kérem a kerbes és danoljon, én majd kinyitom az ablakot, és úgy hallgatom. Koleszár Mária megütközött egy kicsit ezen a furcsa kívánságon, de hát az urakeszel mind bolondsággal van megbélelve, Egyet perdült hát fiatalosan, mint az orsó, ahogy akarja galambocskám. Ezzel kiszaladt a szobából, s nem sokára fölcsendült a kertben az ablak alatt a különös tótnóta, halk, altató hangon, mint a mezei létdöngése. Nem ismerek szebb lányt plevák ancsuránál, ne felejts szeménél, lenszíni hajánál nem rózsa tűnt termet, nem liliom sáson, az égből esett le valami nyíláson. Nyílást bedrótozni egy legény fölhívnak, engem králik gyurit, engem, engem hínak, jaj, meghalok anyám. Mindez természetesen szépnek, gömbölyűnek esik ki tótul, még ellenben magyarul csak úgy vasvillával összehánynak látszik, és Koleszár Mária ugyancsak mélabúsan tudta fújni a haldokló králik gyüli kesergését, onnan aztán átugrott a Jánosik betyárna tájra, majd a katonának besorozott legények hegyke vagy borongós lelki hangulatát tolmácsolta. Ezeken szokott a kis bárócska elaludni. Ha nagyon sír, ezek a legbiztosabbak. Okvetlenül lecsendesedik tőlük, jele, hogy katona lesz belőle. A tót nép felette változatos dalaiban nem csak a szerelmet és a birkalopást énekli meg, nem csak a falusi drámákat önti balladákba vagy románcokba, ezer meg ezer apró baját is színes rémekbe fonja. Egy vidám vers, melyet Malinka azonnal le is írt magának, a törvényszékekkel évelődik, hogy tudni illik, a három fórum háromféle ítéletet hoz a számadó bolytár pörében, felmentőt és elmarasztalót, de mind a hármat a király nevében. Ha én király volnék, mindig egyet mondanék, királynak úgy illik, tralala, össze-vissza én nem beszélnék, királynak nem illik, tralala. Még Malinka úr ekképpen mulatozik a tót népköltészeten, az alatt Bubenyik a maga dolgát végezte. Arra számított, hogy azóta a két főkötő őr, akiket nem szokott semmiféle hír sokáig elkerülni, meghallotta a vasfúró mester megérkezését, és éles elmével kitalálta, hogy a kék szoba vasládájából a gyöngyöket akarja kiszedni Koperecki, azért hozta el a fúró azt is kombinálta Bubenyik, hogy amelyik asszony előbb hallja meg a riasztó hírt, az rögtön kapja nyakába kendőjét, napernyőjét és szalad a másikhoz, hogy a közös veszélyben egy kis cikóriás kávécska mellett megállapítsák a csatatervüket. Azért hát ürügyet keresett, hogy a tanácskozókat meglephesse. Ellátogatott a kertészlakba a kulcsárnéhoz, elkérni tőle a szibillakönyvét, könyvét, az csak neki volt meg az egész vidéken. Útközben egy álmot gondolt ki, amit a Szibilla megfejtsen, leadván róla a lutriba beteendő számokat. De ezekre a hazugságokra nem volt szüksége, mert a kulcsárné már nem volt otthon. Hmm, gondolta Bubenyik, a két pecérke már együtt ül, nekem se szabad késni. Ezzel neki keseredett, és a muskutyék pajtája mellett elhaladva, a proszféle téglaégető kemencéknél leereszkedett a veszélyén János mélységben fekvő gyümölcsös kertjékbe, Onnan már csak egy-két lépés volt a Koperecki kapitányné kicsiny kúrjája. Kopereckinének valami különös füve volt kertjében, annak a gyökereiből, melyek olyan kemények voltak, mint a szegek, szokásos volt a beteg állatok fülébe szúrni egy, -egy darabkát, amitől aztán megdagadt a fülük, mivel hogy a rossz vér állítólag mind oda és vagy elpusztultak, vagy megéltek, de a fű roppant hírben állott az egész vidéken, és az asszonyság úgy őrizte, mint egy kincset. Idegen falubéliek két garasér kaptak egy-egy gombostűnyi gyökeret, a luteránusok öt garasér. Krapecen ellenben mind a két vallás felekezetnek ingyen járt ki a minden ható gyökér, ahogy nevezték. Bubenyik tehát azzal a szándékkal kopogtatott be a tekintetes asszonyhoz, hogy egy kis gyökeret kér, mert az egyik urasági sert és már két nap óta nem eszik. A két asszonyság csak ugyan együtt ült az asztalnál a vizitszobában, kávésibrik és párolgó csészék mellett, mind a kettő rossz hangulatban volt, a kulcsárni arcát szembetűnő sápadság vonta be, a kapitányi ajkai pedig idegesen rángatoztak, ami mindig előfordult, ha valami belső nyugtalanság kínoszta. Az urasági komornyik belépése láthatólag meglepte őket, különösen a harcias kapitánynén látszott a zavar. Halánték a kivörösödött szemei vészjóslóan meredtek bubenyikra, majd a szobaszegletébe tévedt a tekintete, ahol a cirok seprő szokott állni. De ezt a feltörekvő ellenség és indulatot hirtelen legyűrte a kíváncsiság. Asszonyoknál ez az erősebb érzés. Vajon mit akarhat itt bubenyik? Erőt vett magán, és még szinte nyájasan fogadta köszönését. Isten hozta, hagyja el csak, tudni illik bubenyika, keze után nyújt, hogy megcsókolja. Mi jót hozott nekünk? Mielőtt Bubenyik előadta a betegsertés dolgát és a mindenható gyökerekből kért, a kapitányné kedvet kapott tovább tapogatózni a kulcsárni által hozott hír tárgyában. Ez volt most rájuk nézve a legizzóbb kérdés. A kulcsárné kísért szemei, melyek olyan vörösek voltak, mint egy öreg nyúlé, Eléggé mutatták, hogy a faluban szállingó plegykát a vasfúró pesti emberről az ő fantáziájuk és kombináló tehetségük veszedelmes irányban egészítette ki. Ami a falusi parasztok előtt csak egy érthetetlen furcsaság volt, az a két főkötő őr szemében nagyon is reális alakot látszott tölteni. Mindamellett nincsen kizárva, hogy az egész csak üres plegyka. Talán egy órást hozott magával Koperecki, aki a kastély óráit megjavítja, vagy egy zongora hangolót, vagy Isten tudja kit. Bubenyik azonban bizonyosan tud valamit felőle, és ezt most igazi mulatság lesz kiszedni fortéjjal és keresztkérdésekkel, és meg lehet letörpül üres ostobasággá az egész rész hír, vagy pedig megerősödik a gyanújuk, és képesíteszi őket, hogy valamihez kezdjenek. Hát a gyökerekből adok már, hogy ne adnék. Mosolygott a kapitányné. Bubenyiknek még az utolsót is, de üljön le, míg előkeresem, és beszéljen nekünk valamit. Nem igen érek rá, csókolom a kezét, mert megjött ma az úr, és rossz kedvű, mint a pulyka kakas. Ha csak egy percig nem vagyok ott, már dühöng, ha meg ott vagyok, rajtam tölti haragját mindenért. Ma, amiért a kos, mely mindig ott settenkedik körülötte, valahogy a lábára hágott éppen a tyúk szemére, engem pofozott fel, de úgy, hogy még most is szikrázik a bal szemem. Bizony, nem szépen bánnak magával, kedves bubenyikom. Sajnálkozott a kapitányné. Másutt a helyét is megfújnák az ilyen embernek. Tette hozzá a vén Marcellához intézve a szavaid. Bubenyiknak nem volt erre válasz, csak egy mély, fájdalmas sóhaj röppent el a melléből, de ez is csak kivetett csalétek volt. Rászállt a kapitányné, mint a légy a becukrozott légypapírosra amint a mindenható gyökereket kereste az almáriumban, egyszer, mint megtaláltott egy férikkel boros palackot és egy tányér tepörtős pogácsát, amit az asztalra tett, megtöltvén a borból egy pohárkát. No, ugyan kóstolja meg, mit szól hozzá? Bubenyik a szájába vett belőle néhány csöppet, folyatta, csámcsoktatta a nyelvén. Döfi! Szólt, a fejét is ingatván hozzá, miközben behúnta apró szemeit és felhajtotta a poharat egészen. Hé, hey, ha kiáltott fel, jeléül, hogy nagyszerű bor. A váci kanonok rokonom küldte, dicsekedett a kapitányné, és megint töltött. No, még egy gyár. nem magamféle szegény embernek való, ellenkezett bubenyik a fejét rázva, és különös logikával egy lélegzetre kiürítette megint a poharát. Úgy, hát megjött az úr, ereszkedett be a sötét mélységekbe, nagy óvatosan a kapitányné, Egyedül jött? Nem bizony, valami kupszihért hozott magával. Miféle fajtájú, talán kártya pajtást? Bubenyik a fejét ráztak. Nem, úr, az illető, inkább valami. Mesterember úgy tudom, úgy vettem ki, amint titokban értekeznek, mert előttem is titkolóznak, de nekem is van eszem, és végre is. Szó ide, szó oda. Nem azért mondom, hogy egy vagy más, de... Zavartan nézett szét az ajtó felé, aztán a Két feszülten figyelő hölgyön jártatta végig bambának átalakult tekintetét, de izé, mit is akartam mondani, csak... No, hát nem kóser az az ember. A kapitány megint töltött a poharába. Így még bubenyik, na, no, még egy kicsikét. Bubenyik megtörülgette a homlokát, és kigombolt a mellényén két gombot. Nem, nem, már elég lesz. Ej, ezt a győszőnyit, ami még a palackban van, nem érdemes már eltenni. Bubenyiket meggyőzte az érvelés. Hallom, kezdé a nyugalmazott kulcsárni az ő éneklő kenetes hangján, hogy most sok pénze van az új Fispánnak. Fispán halcsontot jelent tótul, a két hölgy így csúfolta új állása óta egymást közt Kopereck. Ki mondja azt? röhegett Bubenyik. Volt, nincs, a kocsis beszélte, hogy a kártyában delegosan megkefélték trencsénben a múlt éjjel. Azt mondja, egy fitingje sem maradt. A két hölgy sötéten nézett össze, mintha mondanák, jól kombináltunk. Pedig most sok apró pénzre lesz szüksége az installációhoz, vélte a kapitányné. Kíváncsi vagyok, hol veszi? Bubenyik vállat vont. Nem kell félteni az ördöget, hogy hol talál rossz lelket. Hát, azt gondolja valami görbe úton szerez pénzt? Bubenik szabadkozott, ő nem gondol semmit, ó, a világért sem, ő csak azt tudja, hogy teremt pénzt, mert hát, no, és hamiskásan hunyorította a szemeivel, majd igyekezett a beszédét átfordítani más Hogy volt-e a méltóságos asszonykának sok a kertben, a mélyen férges volt az idén hadarta, a körte pedig éppenséggel nem termett. Az ördög vigye a maguk körtéjét, Szólt el magát lázas türelmetlenséggel a kamáli Arról beszéljen nekünk inkább, kicsoda, micsoda az az ember, akit magával hozott, és mit akar itt? Semmit se hallottam, felelte Bubenyik tartózkodva. Csak azt, hogy reggel visszautazik, én is elkísérem Trencsénig, de én majd csak a szedres pusztán csatlakozom hozzá. Még ma este valami levéllel küld az uram az ispához, és megvan hagyva, hogy ott maradjak éjjelre. Nem értem, miért kívánja az úr mindenára, hogy ott háljak, mikor nélkülem úgy szóván se levetkőzni, se felöltözni nem tud. Hát, én értem. Mondá pátosszal a kapitányné, és arca szederjes szint váltott. Magát el akarják távolítani, mert bűntény készül a kastélyban, érti? És nem akarnak tanút hozzá. Bűntény? dadogta Bubenyik, és a szemei megüvegesedve meredtek a kapitánynéra. Bubenyik! Kiáltott fel vibráló hangon a kapitányné. Rettenetes dolog készül. Az éjjel a kastélyban fel fogják törni a vasládát, és kiveszik belőle a fekete gyöngyöket. Az a pesti ember töri fel, azért hozta, és magát azért küldik el a pusztára. Bubenik a fejére ütött, mintha csak most eszmélne. Hogy a gyöngyöket, hogy kiveszik, feltörik a... Vasládát, dadokta, mint a felrázott holdkóros. Mi lesz velem? tördelt a kezeit ki Marcella. A kapitány né mint egy kimerülve a szörnyű esemény előtárása által, egy nagy karosszékbe rogyott és arcát kezeibe temetve sopánkodott. Meglop minket, kiveszi a szájunkból azt az utolsó kenyérkét. Hát van Isten, Marcella, ó, szegény Orsolya néni. Szegény Orsolya néni volt, miért gyűjtened egy csodaszép gyöngyöket. Tudom, hogy megfordulsz a sírodban. De honnan tudja ezeket a méltóságos asszonyka? Hüledezett még egyre bubenyik. Honnan, honnan, tudom, mert tudom. Mondjuk, hogy magától Orsolya től tudom. Ki az az Orsolya néni? Az ős anyánk, Bubenyik, aki Robert Károly idejében élt, aki a gyöngyöket gyűjtötte. Hát hány éves a méltóságos asszonyka? Csodálkozott Bubenyik. Ejnye maga szemtelen! Esett ki a sodrából a kapitányné. Aztalt táncoltattunk, és az asztalban megjelent az ő szelleme, az árulta el nekünk, hogy mi fog történni. Igaz-e Marcelka? A vén szűz rából a hirtelen előrántott hazugságra, Bubenik pedig ájtatosan vetett magára a kereszteket. Most értek hát én mindent? Eszmélkedett a komornik. Most lesznek előttem világosak, némel elejtett szavak, melyeknek az értelmét félre magyaráztam. Röstelkedve csóválta a fejét. No, már nagy birka vagyok, ej, ej. E szerint mégis hallott valami? Tetszik tudni aféle félmondatokat, mikor megleptem őket beszélgetés közben a pesti emberrel, és mikor hirtelen elhallgattak. Például kiálltál mind a két nő egyszerre. Hát, például egy percre azt hittem, hogy fogorvos az idegem, mert az uram így szólt, csak egy kell, csak egy is elég volna. Mire az idegen közbe vágott, egy bolondság, ha már itt vagyok, vegyük ki mind a négyet. Az uram erre azt kérdezte, nem jó volna betenni helyükbe hamisakat? Mire ő megint azt felelte, minek olcsóbb a semmi? Mondja már most a méltóságos asszonyka, nem azt kellett hinnem, hogy a bára úrnak négy rossz foga van, de csak egyet akar kihúzatni, a fogmester pedig arra kapacitált, hogy ki kell húzni mind a négyet, és ne tétesse helyükbe hamisakat, mert olcsóbb a semmi. Az asszonyok majdnem sírva fakadtak a eleplezésre. Ó, hiszen ez teljesen világos, nekiestek szellemi ollóikkal, mint egy elejékből terített szövetdarabnak. Fölszabták, ízekre szedték, megkrétázták, kigombostűzték, aztán megint összefércelték, minél fogva a következőleg nézett ki. Kopereckinek csak egy gyöngyre van szüksége ez idő szerint, de a vasfúró ember ki akarja venni mind a négyet. Koperecki bele is megy ebbe, de fölveti a kérdést. Nem kellene -e a hamis gyöngyökkel pótolni a törvénytelenül kicsenteket? Mert Koperecki gyáva és fél, hogy a főkötő őrök megszimatolják a dolgot, meg fogják akarni nézni a gyöngyöket is, nem találván ott bajt csinálnak. A vasfúró mester ennek ellenében figyelmezteti, hogy legjobb, ha már semmi sem lesz a ládában, mert a hamis gyöngyök után még azon túl is fizetnie kellene a főkötő őröket, holott a semmi teljesen megszünteti a kulcsárné és a kapitányné évidíjazását, a semmi tehát olcsóbb. Igaza van az imposztornak, hogy a mennydörgös Isten nyila üssön bele még naplemente előtt. Bubenyik azonban már nem várta be ezt a fejtegetésnek neki sürgős dolga van már, ezért is kikapotthon, ajánlotta magát, és hazament. Anélkül, hogy a mindenható gyökerekből vitt volna. A két asszony annyira elmerült a szőnyegen levő kérdésbe, voltaképpen észre se vette a bubenyik távozását, még kevésbé azt, hogy a gyökereket elfelejtette. A kapitány lihegett a haragtól, és a rikácsoló hangon tölt ki. Na, no, Marcella, most már mit csináljunk ezekkel a tolvajokkal? Ne pityereg nekem itt, hanem beszélj! Mit gondol a báróni? Azt gondolom, hogy oda megyek, és összetöröm a gazembert, így ni. ezzel megfogta az ibriket az asztalról, és a padlóhoz vágta, hogy ezer darabra tört össze. A kulcsárné ellenkező nézetem volt. Jézus Mária, ne jöjjön olyan nagy indulatba lelkem bároni, mert árt a drága egészségének, és csak kárát valljuk, ha az első haragunkat követjük, tessék elhinni. Itt van mindjárt az iblik, és következik a többi kár, mert ha oda megy a bároni a kastélybe, és akármilyen patáliát csinál is, meg lehet megfélemlíti a fispánt, amíg ki nem tesszük a lábunkat, de mihelyt kitesszük, csak megint beáll az a kérdés, hogy honnan vesz pénzt az installációt, és bizony kiszedi a gyöngyöket, ha egyszer hozzá készült. Mit? Hogy kiszedi, azt szeretném én látni. Nem félek én a magam igazában senki fiától, ha olyan szakálla van is, hogy a térdéig ér. Leülök a vasládára, és én egyszer megkötöm magam, el nem mozdulok onnan. Ott ülök, ott alszom rajta, éjjel, nappal, még csak el nem takarodik innen a cinkosa, a pesti betörő. Hát mit csinálhatnak velem? Hm, nem érez semmit. Ha egyszer csak mégis megunja a báron, mert az embernek gyomra is van, és a láda nem ad enni, mégiscsak nem ülhet rajta örökké, és mihelyt ott hagyja, mindjárt szabad lesz a vásár, én a magam részéről legokosabbnak tartanám, ha hagynók a bárót, tegyen, amit akar. Viseljük magunkat úgy, mintha semmit se tudnánk, mert akkor ő is úgy fog viselkedni, mintha semmi se történt volna is. Fizetti az évjáradékainkat. Na persze, hallgassunk ugyan, mint a disznók a rosszban. Nem, soha. De nézze a báróni, a hamis gyöngyök nekünk tulajdonképpen csak annyit érnek, mint az igaziak. Nekem nem. Fortjant fel, kevéljen a kapitánynél, mert engem nem csak a pénz köt a gyöngyökhöz, hanem a családi kegyelet. Én magam is Koperecki vagyok, mégpedig kétszer Koperecki, a férjem után is. Nekem a szívem is fáj. Aztán hiszer, hallotta, hogy talán nem is fogják helyettesíteni a gyöngyöket semmivel. Mindegy, csak soha ne nézzünk bele a ládába, sőt, ez lesz a nyugodalom, mert soha többé nem fog minket zakladni. Még kevésbé fogja beszüntetni az évjáradékot, mert akkor be kellene vallania, hogy feltölelte a ládát, ami egyenesen kriminális ügy. Úgy ám, de az emberek halandók, hát ha elviszi az ördög, ellenveti a kapitányné. És bár csak vinné már, akkor a hagyatéki leltárnál kisül a láda üres volta, és magától szűnik meg a mi áradékunk. Nem ért maga ehhez a dolgokhoz. Képzelje csak el a mi helyzetünket, galambocskám Marcelka. Hogy fogja az magát kivenni az Isten előtt, ha mi, akik eddig mindenképpen átkoztuk Koparecki Izraelt, most egyszerre imádkozni kezdünk az életért? Nem, nem, én nem kompromittálom magamat. A Kulcsárné kedvetlenül csapta le kötését kosarába, éppen felelni akart, midőn kopogtatás hallatszott az ajtón, és újra belépett bubenik nagy vigyorgással, hogy itt felejtette a gyökeret. Az a bor megbolonlított egy kicsit, de talán rosszkor is jöttem. Nem éppen, de... Dehogy... Hevegte a kapitányné, oly zavartan, hogy csak megerősítette azt, amit tagadott. Hiszen tudom én is, már megyek is, Természetes az kérem alásan, hogy ilyenkor veszedelem idején, akiket illet megbeszéljék a dolgaikat. Bocsánatot kérek, hogy visszaszaladtam és zavarom, mert tudom én, hogy zavarom, hiszen van nekem szívem. És itt egészen elérzékenyült bubenyik. És ha tudnék segíteni, a lelkemet is kitenném, és hát hopp, a feltalálók hirtelen örömével petyegette meg ujjait. Tudnék is valamit, ha a méltóságos asszonykának négy szem mondhatnám meg. A kapitányné kikísérte Bubenyikot a pitvarba, hol az óvatosan körülnézett, mint egy megijedve egy lúgzó a folytonos csöpögésétől, mintha azt hajtaná valaki, poty, ami annyit jelent tótul, tó, gyere, gyere. Meggyőződvén, hogy nem emberi hang, Egészen közel hajolt a kapitányné sárga arcához, úgy, hogy az finom orrával kiérezte a szájából kiáradó pálinkaszagot, ami roppant csodálkozásból ejtette, mert Bubenyik bortivott ha csak azóta nem volt a kocsmában. De mindez csak sokkal később jutott eszébe, mert most kizárólag az foglalkoztatta, amit Bubenyik megsúgott. Én ismerem otthon a helyzetet, és adok egy jó tanácsot a méltóságos asszonynak, de soha senkinek se tessék megmondani a kútforrást. Hogy gondolod, kedves Bubenyik az Isten szerelméért? tessék oda menni az uramhoz és felajánlani önként egy gyöngynek a kiadását, biztosítom, hogy megelégszik vele és rögtön elküldi a pesti embert. Azt gondolja? Dinnyögte a kapitányné hálás szempislogással. Jót állok a fejemmel, mert a báró gyáva elkövetni a merényletet csak a kényszer viszi rá, hisz azért izgatott egész nap, mert fél. A három gyöngye szerint megmarad, és ha a prágai örökséget átveszi, ami kis időkérdése, annyi pénzve lesz, mint a pejva. Idők végéig nem szorul rá a megmaradt három gyöngyre, különben nem szóltam semmit, nem tudok semmit, csókolom a kezeit, méltóságos asszonyka. Koperecki majdnem az egész délutánt a parkban töltötte, hol kőművesek dolgoztak. A Koperecki Noszti kettős címert, melynek kőkockáit és ábráit trencséni mesterek faragták, kellett a kastély homlokzatára fölilleszteni két ágaskodó oroszlán közé. Gyönyörű lesz az, ha elkészül. Nagy érdeklődéssel nézegette az előkészületeket, midőn jelentették neki, hogy a kapitányné és a kulcsárné várják a nagyteremben. teremben. Szíve nagyot dobbant, szepegve rossz sejtelmek között ment be, gondolván, hogy Bubenyik már megbolygatta a két hölgyet, és most itt szörnyű jelenetek lesznek. De mennyire elbámult, midőn nyugodt arcokkal találta magát szemben. A kulcsárné pláne kezet akart csókolni, a kapitányné pedig ekképpen kezdél. Kedves Izrael öcsém, tudjuk, hogy neked most sok költséged lesz az új állásodban, melyben reméljük fényt fogsz deríteni családodra. Azt gondoltuk, hogy dicsőült jó anyád szellemében cselekszünk, ha magunk jövünk ide megkérdezni, hogy nem kívánsz egy nyúlni a gyöngyökhöz. Koperecki azt hitte, vagy ő bolondult meg, vagy a kapitányné, vagy pedig valami bohókás álom űzi vele a játékait. Koperecki annyira elérzékenyült a szavakra, hogy odarohant a trabális öreg hölgy, ez megölelte, magához szorongatta. Ó, moly az Latonya Ó, aranyos néniké, mondta. Milyen édes jó szíved van, és pacsi magának is már asszony. Jaj, ereszel, Izrael, jaj, minden csontomat összetöröd, eredj már, ne okoskodj! Lelmakkötés van a gyomromon, mind összeront, mit nyúkálsz a testemhez? Bizonyisten még kellemetlenebb a szereteted, mint a haragod. No, nézd csak! Beszéljünk egyéb iránt a föl. Ugye, négy van még. A legszebb, legnagyobb négy, Masér Tante. Az az, egyik, pláne százkarátos, királynak való. Hát, van-e szükséged, vagy nincs, mert mindjárt elhoztuk a kulcsokat is. Egy ugyan mit képzelnek rólam, hogy én két ilyen szeretetre méltó dámának kosarat adjak. Egy koperecki sohasem lehet annyira udvarjatlan. Igazán szép tőled. Mondták gúnyos mosolyjal a kapitányné, menjünk, essünk át rajta. Ezzel szó nélkül megindultak kifelé, mert a kék szoba a kastély végéhez ragasztott, Döpedanzban volt, amelyet még a megboldogult Koperecki boldizsár építetett olyan erős falakkal, mint egy bástja mert egy cigány azt vetette ki neki kártyán, hogy bent fog égni a házban. Nem volt tehát a döpadánszon semmi éghető anyag, még ablakfa se, a világosságot felülről kapta a helység. Bent is csupa kőből, márványból, vasból voltak a bútorok, hanem azért mégis bent égett, abban pusztulván el, hogy a mértéktelen ivás miatt meggyulladt benne a pálinka. Végig kellett menni az udvaron, hol a pumpás kutnál borzag lekvárt főztek a béres asszonyok. Bubenyik, aki ott legyeskedett, mert szép volt az egyik ej, szép, éppen a zsarátnokot paráholta el, mikor az ura szólította. Bubenyik, a kulcsokat? Milyen kulcsokat? Kérdi az együgyű jámbor arccal. A kék szobától hazd utánunk! – Bubenyik ugrott, és csak hamar ott is volt a kulcsokkal. Megcsikordult a zára nehéz vasajtóban, mely csak igen ritkán volt kinyitva. Kék szobának biz ezt csak azért nevezték, mert a kék ég egyenesen fölülről mosolygott be ide, de a lapos, rovátkos üvegfedelet idővel úgy ellepte a piszok és mindenféle gizgaz, hogy most alig lehetett látni. A levegő is füllet volt, mint egy kriptában. A kulcsárné mindjárt elkezdett köhögni odabent, bubenyik vissza akart vonulni. Csak maradj itt, mert föl kell emelnünk a vasláda a fedelét, magam nem bírom. A fél homályban alig lehetett kivenni a kolosszust, a ládát, mely olyan nagy volt, mint egy szúszék, tömör, kovácsolt vasból, roppant vaskarikákkal a falhoz erősítve. A kapitány a nyakáról a kulcsot, és a láda mellé térdelt. Az atya, fiú és szentlélek nevében mondá, és megfordította a jobb szélen lévő zárban a kulcsot. Ugyanezt cselekedte a nyugalmazott kulcsárné is. A középső zárat maga Koperecki nyitotta fel nagy csikorgással. Mikor aztán neki rugaszkodtak ketten bubenyikkal, és nagy nehezen felemelték a föderét, melyet a Koperecki címer sárkányok és griffmadarak ékesítettek. Bent a ládában elsárgult írások tetején volt egy bársony tok, a kapitányné nagy óvatosan kinyitotta, kivette belőle a történelmi nevezetességű főkötőt, és kegyelet teljesen ajkaival érinti annak arancssipke fityegőjét, mi alatt a kulcsárné még mindig ott térdelt és hangtalanul ivátkozott. Hány gyöngyöt akarsz? kérdé csendes, ünnepi hangon Kopereckihez fordulva. Elég volna csak egy is. Felelte Koperecki szintén bizonyos meghatottsággal, de mivel oly szívesek voltak hozzám, egyiküket sem akarom megsérteni, legyen hát kettő, hogy úgy vésődjék a szívembe, mintha mindenikük adott volna egyet. Az asszonyok összenéztek, nem szóltak semmit, mire egy kis etőiből ollót vett ki a kapitányné, és lenyírta a két legkisebb fekete gyöngyöt. Itt van, légy boldog velük, pukkadj meg, gondolta titkon. Íme a másik, az utolsó kettőt ezennel visszateszem. Jusson eszedbe Koperecki a jóslat. Szólt aztán ünnepélyesen, hogy mikor az utolsó gyöngy elfogy, elfogynak a kopereckiek is, ne nyúlj a gyöngyökhöz többé, fiad van. Ej, felelt a koperecki félváról, hisz ez a kettő is csak egy kicsit vándorolni, meg világot próbálni, de visszatér, mert csak zálog, vadom, hogy kiválthassam beszéd, ez csak Izrael öcsém, bohó beszéd, századok óta egy gyöncse ért vissza. Így jutott Koperecki könnyűszerrel két fekete gyöngyhöz, ami szertelen jókedvre hangolta kivált, mikor az asszonyok már mindent távoztak. – Te bubenyik! – mondta, visszatérvén a kaputól, ameddig a kapitánynét elkísérte. – Azon gondolkozom, hogy el ne csapja a -e. kep. Félni kezdek az esettől bubenyik, hiszen te veszedelmes ember vagy. Mit adtál be ezeknek a sárkányoknak? Mivel nyergelted meg őket? Soha se láttam még én ilyet. Bubenyik hamiskásan hunyorgatott, és nyeglén vonogatta vállait. Ej, Istenem, hát van egy kis madarom, ez az egész. Hetedik fejezet. Különféle előkészületek és intézkedések. A báróné vacsorára sem jelent meg. A feleségem korán fekszik le, említi a főispán a kávénál, még nagyon gyönges, sajnálom, hogy nem láthatja pedig szép asszony. A titkár szomorúan mosolygott. Talán nem hiszi? Förmet rá Koperecki. Ó, miért ne? És kedves asszony, azt tudna magával beszélgetni, ha most itt volna. Költészetről, írókról, színészekről, leféle könnyű bagázsi De hát, nagyon el van gyengülve. Mit gondol, nem tréfa, a dolog lehet egy kopereckit megszülni? Malinka kínpadra volt feszítve beszélgetés alatt, és örült, mikor végre nagy ásítások között szobájába küldte a főispán. Én a tyúkokkal fekszem, mondotta, mert én az állatok tanítványa vagyok, de reggel sokáig szeretek aludni, ez megint családi vonás. Ha reggel már nem találkoznánk, abban maradunk, hogy 14-én barátházára elénbe jön, és az addig szerzett tapasztalatokról is megállapított legközelebbi teendőkről jelentést tesz. Az alatt én a beszédet tanulom, van is arra valami szerre, vagy micsoda, éppen azon gondolkozom egész nap, mintha hallottam volna, hogy valaki valamikor kavicsot tette a nyelve alá. Az demoszténész volt, de azért tette, hogy a dadogástól elszokik. Na, mindegy, kigondoltam én egy másik metódust, lefordítottam az egész beszédet tótra a kántorral, azt betanulja Koleszár Mária, és éjjel-nappal dünnyegi a kis Izrael bölcsője fölött, addig-addig, hogy szórul-szóra megragad az eszembe. Mert én még ott fogok csibukozni a fiú mellett, mikor aztán tudni fogom, visszafordítom az elményben magyarra, ez már bliktri, és úgy elszavalom bontóvára, mint a folyóvíz, hogy tisztelt köztörvény hatósági bizottság, a mai politikai viszonyok között, a hazánk ege fölött tornyosuló felhőknek közepette, gondolom így kezdődik. Hát csak ne féltsen engem, Amice! Jó éjszakát! Rossz éjszakája volt. Az örömből, melyel újállását fogadta, gyorsan kiábrándult. Csak elméletben volt ez szép, mikor az ő ábrándos lelkéből vette a színeket ehhez a krapeci úthoz, és mind ahhoz, amely a titkársággal jár. Ő azt hitte, egy tiltott paradicsommal lép, pedig egy kálváriára lopta be magát, hol minden arra figyelmezteti, hogy Vilma már a másik. Hogy ez már nem is az, aki volt, nem a kis eleven bakfis, akivel a távoli parkokban adtak egymásnak találkozót, hanem egy gyermekágyas asszony, egy ismeretlen valami. Minek volt ezt meglátni ilyen közelről? Közben úgy rémlet neki, mintha távoli gyermeksírás hangjai vegyülnének a hallgatag éjszakába mérhetetlen dűfogta el, szeretné megfolytani azt a porontyot. Tízszer is megfordította a párnáját, hogy el tudjon aludni, pedig nem a vánkos volt meleg, hanem az ő feje volt forró. És micsoda bolondos fej volt az. Jártak, keltek benne a gondolatok tízesen, nyugtalanul piszkálták, gyötörték, bőszítették. Lebbenő árnyak hasadoztak ki a falakból, is, nesztelen léptekkel jöttek felé, mintha fenyegetnék, hogy mit keres ebben az ősi kastélyban. Fuss innen, szólott egy hang. Te betörő, mit akarsz itt, mi a végcélod? A rombolás. Védte és vádolta magát, hol a levegőben kóvágott dagadó szárnyakkal, hol a posványban hempergett. Föltette magának a kérdést, hogy mit akar, mit vár ettől a lépésétől, aztán megfelelt rá. Mit bánom én, mi lesz? Engedtem annak a titkos erőnek, mely idehajtott, mert nem tehettem másképp. Hiszen a régi lovagok is szolgáknak szegődtek a várúrhoz, ki imádatjukat elkaparta, és valahogy úgy fordult, a mesékben legalább, hogy a végén övé lett az asszony. Nincsen ebben kárhozatos, amit őt, tehát legfeljebb neki rossz, mert úgy szólván annyi, mint egy fájó sebb örökös piszkálása. De kinek miköze hozzá, hogy ő neki jól esik ez a tobzódás a fájdalomban? Hajnal felé aztán annyira elgyötörte az agyát, hogy megszakadt a fonál amit talán úgy is lehetne mondani, hogy a gyötrődés folytatása beleömlött egy kényszeredett álomba. De korán sem volt üdítő, és nem tartott sokáig. Roppant fejfájása ébredt fel korareggel, reggel, és kicsietett a friss levegőre. Ott kün, akkor kelt a nap, szelíd pompával a kopasz rőd brána hegy mögül. Bizony megöregedett az is. Nem égő tűzgolyó már, hanem csak tündöklő aranykarika. Különben könnyű már az éjsorsa ezután, gyerekség, csak inkább megszokásból megy, mendegél az égkék boltozatján. Tudja, hogy semmit sem kell többé érlelnie. A növények halála már csak napok kérdése, azokról lement a gondja, pedig milyen nehéz munka volt őket létrehozni. Mindegy. A törvény, törvény, menni ők kell. Hát csak annyi tüzet hoz magával az útra, amennyi arra elég, hogy fölígy a harmad csöppeket az őszi rózsákról és a füvekről, és csak annyi fényt bocsát ki magából, amennyiben az az egy pár lepke megfürödhet, amely még megmaradt. Még csendes volt a ház, amikor Malinka végigjárta az udvart és elhanyagolt parkot. A kőműveseken kívül, kik csigán húzogatták fel a címer egyes darabjait, nem mutatkozott élő léleg. Azaz, hogy a kert veteményes részében egy óriási piros virágféle egyszerre emelkedni kezdett. Kinyújtózkodott, és lett belőle Koleszár Mária, Húpi piros kendőjével a fején csak addig látszott messziről valami egzotikus virág példánynak, míg legugolva az indák közt a dinnyéket kopogtatta, szagolgatta, hogy melyiket vigye be a reggelihez. Végre kiválasztott egyet, és dudorászva mendegélvén a kacskaringos úton szembe jött a titkárral. Felkelt már a méltóságos úr? kérdezte ez. Koleszár Mária felnézett az emeleti ablakokra, és miután bizonyos redőnyök még le voltak keresztve, tagadólag rázta a fejét. Még alszik, de a méltóságos báróné már felkelt. Miről tudja? Mert látom az ablakon. A bárónét? Kérdezte Mohon. Hol? Ott ülni? Felelt Koleszár Mária egy nyitott ablakra mutatva az emeleten, ahol egy angora macska üldögélt kék pántlikával a nyakával. Hisz az macska. Az mindegy. Ahol a macska van, ott van a báróné, és mikor a báróni reggel fölviszi a pongyoláját, és átmegy a nappali szobájába, vele megy a macska is. Hát, az a báróni nappali szobája? Igen, ahol az a csiga jár. Még nem láttam a bárónét, jegyezte meg Malinka látszólag közömböse. Nem szokott a férjével étkezni? Dehogy nem. Most azonban nem bírja a lépcsőjárást. Szép asszony? Szép, de nem csoda. Gondolja meg minden nap kétszer kávét inni, hiszen én semmi se vagyok, de ha én is kávét ittam volna kisleányka koromtól, mi volnék most? Bizony, ha úgy szépen kiöltözne, Hát nem öltözik szépen? Na, tudja, úgy értem, ha a sok sejem retyerútja lipitke helyett harmonikás szoknyát kötne fel, amellé slingelt kötényt, rámás csizmát, gyolcsingvállat és pillangós főkötőt. Eh, de gyönyörű volna, hanem így, figymálóan görbitettel el duzzadt piros ajkát, ő is csak úri asszony. Malinkában fölkeverte ez a beszélgetés a zsarátnokot az éjjel ráülepedett hamu alól, ellenállhatatlan vágy gyűlt ki benne meglátni vilmát, és nyomban különös ötletet támadt. Egyenest a kőművesek felé tartott. Várjanak csak egy kicsit! kiáltá, feléjük messziről. Húzzanak fel engem is az állványra! A pallér, aki lent rendelkezett, csodálkozva nézett rá. Szép kilátás lehet onnan felülről, mondta Malinka, és szivarral kínálta meg a pallért. A pallé elfogadta a szivart, megnyálaszta a külső burkolatát, hogy tovább tartson. Rágyújtott, és így szólt vállat vonva. Ha éppen tetszik az úrnak, hát tessék belépni. Malinka beszállt a vaskosárba, a csiga nyávogott, csikorgott, és a kosár lassanként megindult a magasba, a kötelet húzó munkások valami tót dahli temetére, egyet-egyet rántottak a kötélen, és ilyenkor mindig megingott a kosár, jobbra-balra lóbálódzva azt a benyomást tette malinkára, mint a tenger hullámain hányódó hajó, már-már szédülni érezte a fejét, hogy egyszerre a szíve elkezdett sebesen verni, mint egy megbomlott kalapács, mert elérte az emeletet. Még egy rántás odalent, és a kosára nyitott ablakhoz ért, a macska megriadva ugrott le a párkányról a szobába, malinka szeme éhesen mohon végig az előtároló szobán. És milyen bal szerencse, a báróné ott volt ugyan, de háttal az ablaknak, éppen átelemben egy tükörbe nézve, Fésült a korom fekete hosszú haját, mely mint egy komor palást takarta el édes termetét, úgyhogy se az arcod, se az alakját nem láthatta, és a könyörtelen kosár húzódott, húzódott, és már az ablak fölött lebegett, hinbálódzott, mikor sikolyt hallott, és tompa zuhanást majdnem egyszerre. Mi volt ez? Tűnődött Malinka, de csak később tudta meg, mikor leereszkedett vissza felé már zárva találta az ablakot. Rossz jel, gondolta boldogtalan szívszorongással, egyet fordult még aztán a parkban, míg nem rábukkant Bubenyik. Tessék jönni reggelizni, mert azután megyünk. A reggelinél elújságolt a bubenyik, hogy nagy ribillió volt odafön a bárónét elájulva találta a komornája a szobapadlózatán, az urat is nyomban fellármázták, alig bírták föléleszteni ecettel vízzel, hogy azt mondják, valami látománya volt. Szent Isten, de már magához jött? Hogy meg, különben nem beszélette volna el, hogy látománya volt. Miféle látománya? kérdezte Malinka, és egész testében reszketett. Hogy azt mondja, valami kedves rokona vagy ismerős, nem tudom én ki, megjelentette magát, ahogy azt szokták az olyanok, akik valahol a távolban meghalnak és elköltözött lelkő még egyszer felveszi élőkori alakját, hogy ezt kedvesének, mint egy tudtára adja. Én nem hiszem, de az asszonyok hisznek az efélékbe, és hát végre a váromi is bizony csak asszony. Málinka kezéből kiesett a kávéskanál, hirtelen eltalálta a valóságot, és szíve körül jótékony melegárat. Menjen fel, kérem, bubenyek, hívassa -e a méltóságos urat, és mondja meg neki, hogy az a látomány én voltam. Fölhúzattam magam a báróni ablaka irányában az álványra, a vidéket akartam megnézni a magaslatról, az ablak ki volt nyitva, láttam is a bárónét a tükör előtt, mely nyilván neki is megmutatta alakomat, és amint följebb húztak, hallottam a sikoltást de nem bírtam elgondolni, mi lehet. Hehehe, -he -he. nevetett Bubenyik, és kezeit dörzsölte. Majd lóhalálában szaladt föl a magyarázattal. Marinka tűkön ült, és megbánta már, hogy a csigán felhúzatta magát, de ha már elkövette, minek volt most elhirtelenkedve bevallani. Elgondolta a következményeket. A báró, aki eddig alkalmasít, nem tett róla említést, most meg fogja mondani az asszonynak, hiszen ez csak a titkárom volt, aki felhúzatta magát az állványra. Szepegve képzelte el a kifejlődő jelenetet. A báróni megkérdi, hogyan hívják a titkárodat? Malinka Kornélnak, fogja a báró mondani. Ki ajánlotta? A bátyád, Feri. Megmondta neked, hogy ki az? Kiállt föl, majd a báróné föláborodva, nem szólt nekem, egy szót se csak ajánlotta. Ó, a gyalázatos lélekkufár! Tudd meg tehát, hogy az én fiatalkori udvarló, egy kicsit flörtöltem vele, mert az utamba esett, és verseket írt hozzám. Az nekem akkor nagyon tetszett, hiszen olyan kis buta voltam. Most pedig az én hitvány bátyám révén férkőzött hozzánk a szemtelen, azzal a célzattal, hogy feldúj a családi boldogságunkat. Kergesd el rögtön a nyomorultat. Valami ilyen forma jelenet folyhat most fenn. Izgatottan járt fel, s alá a szobában, hozzá se nyúlt a reggelihez. Hosszú, végtelenül hosszú időnek tetszett neki, pedig alig múlt egy negyed óra, midőn belépett Koperecki. Halotti sápadság borította el Malinka arcát, nem mert ránézni. No, maga ugyan szép gyerek, támad rá a főispán derülten. Nem tudtam, hogy olyan kitinő kísértet. Malinka föllélegzett, tudta már, hogy a főveszedelem elmúlt. Igen, sajnálom, dadogta. De gondolhattam volna-e ilyesmire? Tudja, ilyenkor idegesek és képzelődők az asszonyok, és olyan veszedelmesen hasonlít, úgy tetszik valami rokonához vagy ismerőséhez. Gondolja el már most, mikor ő a legnagyobb egyedüllétben tudja magát fenn az emeleten, akkor egyszer csak megjelenik előtte az illetőnek képe a tükörben. Én nem vagyok babonás, de azért még a fogam is vacogni kezdene. De remélem fölvilágosította a méltóságos asszonyt. Föl most már, de tegnap kellett volna. Se önről nem szóltam neki, se a az utóbbiakról azért nem, mert meg akartam lepni a címerrel. Nem tudta tehát, hogy idegen ember van a háznál, se, hogy a csiga dolgozik odakint. Említette a nevemet is méltóságot. Természetesen a nevét is, sőt, még le is írta nagyjában a kinézését, kíváncsi, ugye, hogy mit mondtam. Sokkal inkább vagyok kíváncsi, hogy a méltóságos báróné mit mondott. Hát, semmit felelte Kopadecki. Mi az mondhatott volna? És ez volt az a semmi, ami sokkal többet ért a valaminél. Malinka megértette ebből, nincsen száműzve, hogy az asszony számot tart rá. Elpirult örömében, s boldogan indult el egy fél óra múlva bubenyikkal trencsémbe. A zsidó szerencséjükre otthon volt, és szó nélkül megadta a tízezer forint kölcsönt a gyöngyökre, bár kifogásolta őket a szemtelen, hogy nem elég feketék, és nem elég nagyok, pedig voltak olyanok, mint egy kisebb fajta szőlőszem a vágőhelyi prépost fekete szőlőtőkén. A nagy szamárnál megebédeltek, ahol Bubenik kiadta Málinkának a nosztipár részére járó összeget, aztán egyik jobbra, másik balra ment, a négyes vígan repült Bontóvár felé, Bubenik pedig visszakocogott lóháton Krapecre. Szép őszi napok jártak ebben az időben, a természet fölvette azt az édes bús fiziognómiáját, amelyen legjobban meg tud varázsolni. A szedresi ispán Klincsók úr személyesen járt jelenteni, hogy az Isten útja erdőben vadkecskék, muflonok mutatkoznak egy egész csapat. Koperecki búsan ingatta a nagyfejét. Adjon engem, ne szóljon hozzám. Én elveszett ember vagyok, nekem most beszédet kell tanulni. Amilyen öröm volt neki a főispáni méltóság tudata eleinte, most olyan idegessé a terminus közelsége. Mert mégis furcsa az, hogy amikor az ember zsebében 7000 forint készpénz van, akkor az neki állja, mint valami diák, beszédet betanulni, ahelyett, hogy bemenett rendcsémbe egy kis parás felblire. Ez valami természetellenes. De hát már benne van, meg kell lenni. Még hozzá szerencsétlenség is érte. Egy a faluban csatangoló veszett kutya megharapta a kost, ami teljesen kihozta a sodrából a bárót. Már azon tanácskozott a feleségével, hogy nem volna el jó elhalasztani az installációt. De milyen címen? Közben jött családi események miatt. Ugyaner egy még nagyobb bolondnak tartanának. Volt futkározás a szegény Jóska miatt, így hívták a kost. Bubenyik kihozta Trencsénből a megyei fizikust, aki dübe jött, hogy őt állathoz hívják. Persze segíteni nem tudott, de azt mégis meghagyta, hogy a kost agyon kell ütni és elásni, amit meghallottak a prileszi cigányok, és eljöttek a báróhoz rimánkodni. Adja oda nekik a kost, ezer a bőrét, majd visszaadják. Nem, a kost nem adom oda, ellenkezett a báró. De ha úgyis eláshatja a méltóságos úr, kezit De nem ásatom el, nem hiszek a doktornak. Biztosan megve is kérem a lássan. Divás megyek, ha meg nem vés. Akkor legalább látok veszett is, mondá a báró. Hát nem lenne sebb kenyergem, ha vesett csigányokat látna méltóságos Végre is a kép egyezett meg a cigányokkal, hogy a jóskát átadja nekik megfigyelés véget. Hét nap múlva jelentést tartoznak tenni, van-e valami baja? Ugyanazt teszik hét hét múlva, majd végül hét hónap múlva, ha akkor sem mutatkozik Jóskán semmi veszedelmes jel, húsz forintért visszaveszi. Ha ellenben csak ugyan megveszne a hetes állomások valamelyikén, akkor klincsókuramnál jelentség szedresen, aki megnézi a kost, konstatálja a veszettséget, és megenged, hogy Isten hírével megehessék. A báró ezért nem követel semmit, az ezer szögetse, csak arra tart igényt, hogyha aztán ettől a hústól a rajkók vagy az öreg cigányok közül megveszne valamelyik, azt ő lőhesse, lemelt, lőtt már medvét, szarvas, vadkeskét, zergét, csak még cigányt nem. Ezt a felforgó szomorú kerülmények közt ilyen bölcsön eligazítván, szinte újból kedvet kapott a főispánsághoz, hiszen az is csak ilyenekből áll. És a legközelebbi csütörtökön, bár még egy napig várhatott volna, csak hogy az akkor péntek lenne. Érzékenyen elbúcsúzván Vilmától, kisfiától megindult Bontóvárra Bubenyikkal, aki új vadászruhát kapott ezüst tölgyfa levelekkel a galléron. Illetőleg Előbb csak Pestre mentek, ahol még sok csipcsup elintézni valóakat. Ott kellett átvenni a magyar díszruhát, összevásárolni egyetmást, beszélni egy-két emberrel a kaszinóban, betekinteni a szabad elvőkör, vagy bemutatkozni még egy-két miniszternek, stb. stb. Az angol királynőbe érve az első dolga volt Kopereckinek a kulcs után tudakozón. Nem küldtek ide semmi kulcsot, jelentette a kapus. Ami levél vagy csomag jött, mind krapecre, ahogy parancsolni méltóztatott. Na, no, a szép komédia, most már mi az ördögöt csináljak? Miféle kulcsról van szó? Kérdé Bubenyik. Nem tudom én. A belügyminiszter azt mondta, hogy ide küldés anélkül ne indulja el. A legokosabb, ha reggel fölmegy méltóságot hozzá és megkérdezi. Egyebet nem tehetek. Másnap föl is ment aztán Koperecki a várba, de csak az államtitkárral beszélhetett, hogy még nem kapta meg a kulcsot, amiről a miniszter beszélt. Az államtitkár csengetett, elküldte a titkárját, ő tudja hová, valamelyik tanácshoz, azt tudakozódni, mi van a kulcsal, az alatt szívélyesen elbeszélgetett Kopereckivel. Jó ízű, kordiális ember volt az államtitkár. Érintve én, a megyében milyen zavaros állapotok vannak, figyelmeztette, hogy nem fog rózsákon aludni, hanem azért ne hagyja el magát. Óvatos leszek. Az nem jó. Hová gondolsz? A főispán semmi egyéb, mint a miniszter bőrének az a része, amiből szíjat is lehet hasítani. Óvatos csak a belügyminiszter lehet, barátoskám, és éppen abból áll az óvatossága, hogy főispánja van. Ha a főispán valami okosat csinál, az a belügyminiszter érdeme. Ha a belügyminiszter valami ostobát csinál, az a főispán hibája. Legokosabb hát, ha a főispán semmi se csinál, ha békén csibukozik és hagyja történni a dolgokat. Magyarország kezd a jelentések országa lenni. A főispán minden rendkívüli dolgot jelent. Amelyik főispán legkevesebbet jelent, az a legjobb főispán. Amely megyéből a legkevesebb ügy érkezik fel, az a legjobban kormányzott megye. Ezeket jegyeznek magadnak, és a másikat is, amit mondtam. Voltál-e valamikor szolgabíró? Nem voltam. No, én voltam. Még akkor nem volt eltörülve a viginti quinte solidas, s látom, hogy a Delikvens ilyenkor úgy játszasz hogy a nadrágja fölé még egy másik jó vastag nadrágot húz. Nos, hát el ne felejtsd, hogy te vagy a belügyminiszternek az a bizonyos vastag felső nadrágja. Koperecki szinte szédült a beszélgetés ereje alatt, jó szerencse, hogy visszatért a titkár jelenteni. A kulcs már a múlt héten elküldetett a Bontó megyei főispán úrnak az angol királynőbe. Ez már fatális eset. Koperecki visszakocsizott a szállodájába, és követelte a kulcsot a portástól. Az mennyire földre esküdözett, hogy vakuljon meg, ha csak látta is a kulcsot. a páhajába, minden zegzugot mint hiába. Koperecki a haját tépte dühébe, hogy mit fog most csinálni. Kikereste táskájából a minisztériumtól kapott leveleket, melyeket a portás utána küldött, és amelyeket otthon csak felületesen olvasott el, és éve Megtalálta az egyikben, hogy mellékelve küldik a kulcsot. A levél még most is ott volt azon a módon a borítékban, de a kulcs hiányzott. Tűnődtek rajta bubenyikkal, mitől lehet az a kulcs, hogy a miniszter olyan fontosnak tartja. Talán a megyeházától, de hiszen a háza nincs becsukva. És ha bevolna is csukva valami, ami szükséges, hiszen nem lehet az olyan ok, hogy nem erjen amiatt elindulni, mert talán csak van bontóváron lakatos, vagy mi az ez. Mindezeknél fogva, miután minden egyebet elvégeztek, másnap korán reggel elhajtattak az indóházba, és a fél hét órai vonattal megindultak Bontóvár felé. Barátházáig semmi nevezetese történt, itt azonban a programhoz híven Malinka beszállásának kellett elkövetkeznie. Az állomáson sok kabátos utas volt, kik csörtetve rohanták meg a vasutat, Malinkát alig bírta a szem kiválasztani, míg végre előbukkant kis táskájával. Ide, ide! kiállta eléje, kapta hangján Bubenyi. Megkapván az irányt, csak hamar felugrott a kupéba. No, csak hogy már látok valakit, szólt a főispán örvendezve. Alig ismertem meg ebben a ruhában, olyan benne, mint egy vérbeli mágnás. Új, fekete Ferenc József kabátot viselt, és szépen vasalt, szürken a drágot. Csináltatnom kellett egy öltözetet, mentegetőzött Malinka. Nagyon szegényesen festettem, egy titkár végre is tartozik ezzel a főispánjának. Okosan tette, hagyta rá a báró. De Ág Ferenc maga is azt mondta, egy kopott ruhájú főispánnak, hogy szereti, ha a főispán fényt fejt ki, de az ne a térde kalácsán mutatkozzék. Mielőtt alatt Málinka a táskáját elhelyezte a fonatos polcra, háttal fordult a főispánnak, ki csodálkozva pillantotta meg, hogy a titkár új kabátjának egyik hátulsó gombjára egy ezüst női óra van kiakasztva aranyláncon. Azonban, tette hozzá rögtön, a túlságos fényüzéstől mégis jó tartózkodni, mert azt már Eszterházi herceg se teszi, amice, amit maga, hogy az órát kívülről akasztja ki a Ám bátor a Westminsteri hercegről mesélik a kaszinóban, hogy egy millió von sterlinges bankóját az istállójában tartja berámázva, csak hogy az istállót mégis csukják, míg ellenben a maga óráját bármely szegényebben részvétlenül leakaszthatja hiszen ebben kétségtelenül van valami grand de én mégis túlságosnak tartom a fennforgó viszonyok közt. Bubenyik kedélyesen vigyorgott, míg a szegény Malinka zavartan bámult a főispánra, csak éppen ösztönszerűleg kapott hátra a gombokhoz. Hát, csak ugyan egy óra volt ott összegubancolódva, amit akarata ellen akkor ránthatott ki gombjával valakinek a zsebéből a zsúfolt váróteremben, mikor a táskájáért lehajolt, és azt a földről felemelte. Ezen aztán nagyokat nevettek. Malinka behívta a kalauszt, átadta neki az órát, hogy keresse meg a gazdáját valahol a vonaton. No, maga szerencsés kópé, Málinka, le most is mesélj el, hogy és mintálnak a dolgok. Hát, csak úgy lassan, felelte a titkár a vállát vonogatva. Sok baj van. Mondja például egyet. A záptojások ára például nagyobb tegnap óta a piacon, mint a jó tojásoké. – Tudja-e, hogy ez igen kellemetlen? – szólt a főispán ispán fejcsóválva. Malinka csak a fejével bólintott. – Magam is úgy gondolom. – És az apósom mit mond ezekhez? – Ő mindent elkövetett, amit lehet, de azért mégis igen hűvös lesz a fogadtatás. – A zártojások miatt gondolja? – Abból is sejthetni, hanem még inkább, hogy a diadal kaput, amit a város szélén voltak éppen ő a méltóságod apósa csináltatott a mi pénzünkön, az éjjel összetörték. Szép história. Az ellenpárt konventikulomot tartott tegnap a Veszei Tomás házánál, és elhatározta, hogy minden áron meg fogja akadályozni a főispáni ténykedését, ha kell, botrányokkal is. És ugyan mi kifogásuk van ellenem? Mindent megmondjak. Csak rázza ki az egész zsákot. Hát, azt mondják, hogy méltóságod értelmi tehetség dolgában nem egészen áll azon a magaslaton, mely egy ilyen megye kormányzásához kívánatos volna. Azaz, hogy ostoba tudatlan fráter vagyok, menjünk tovább. Hogy inkább a jóskakost neveztette volna ki Noszti úr főispánnak, mint méltóságodat. A szegény Jóskat. Sóhajtott fel a főispár, ő már átesett az ilyesmén, őt már egy pár nap előtt megharapta egy veszett kutya, nekem pedig, ön egy egész falkát helyez kilátásban. Valóban így van. A csőcselék föl van izgatva, és kivált a bevonulásnak könnyen lehetnek komoly és kellemetlen részletei, ami azonban magát a beiktatást illeti a közgyűlési teremben, ott már nem nemigen lehet félni, ha lesz is egy kis lárma, egy csomó gúnyos vagy éppen goromba közbeszólás. Az nem tör csontot, jegyezte meg Koperecki elgondolkozva, hanem a rántottát nem szeretem. A közgyűlési teremben, folytatá Málinka, már jelentékeny számmal lesznek embereink. A noszti rokonság, a közömbösek, óvatosak, félénkek, a várakozó álláspontok, stréberek és azok a parasztbizottsági tagok, akiknek noszti napidéjat fizet, hogy éljen ezzenek. A közgyűlésnek legfeljebb a másik fele lesz rakoncátlan. Meglepetések azonban itt sincsenek kizárva, mert ezek az emberek átkozottul leleményesek. A hangulat határozottan ellenünk van, a hangulat pedig nagy hatalom. A legjobb embereinket összetöri. Így jártunk az üdvözlő szónokkal, Vér Tamás főjegyző ural is. Tegnap váratlanul polipot kapott a gégéjébe, most operálni kell. Még ez is. Kitartja most a beszédet, Noszti úr az Alispán urat, Poltári Györgyöt kérte fel ma reggel, csak úgy vállalta el, hogy királyi tanácsosságot ígért neki. Apropó beszéd, tudja a beszédét? A beszédet tudom, hanem a rántottát nem szeretem. Azt mi is gondoltuk, és Noszti úr megbízott engem, hogy négy szem közt valamit előadjak, de csak négy szem közt, mert Málinka nyugtalanul tekintett a bóbiskoló bubenyikra. Koperecki gondolkozott egy percig, a kupé azokban az időkben készült, amikor a kocsi folyosó még nem volt kitalálva, a bubenyikot tehát nem lehetett kiküldeni. Bubenyik kiáltott rá. Beszélsz te németül? Bubenyik felriadt és a fejével bólintott. A katonaságnál megtanultam. Marha vagy, fölmet rá ingerülten, semmire se használhatlak, hogy lehet németül tudni? Ekközben azonban eszébe jutott, hogy egy csomó gyapot van a táskájában, amire jód tinktúrát szokott csepegtetni fogfájás ellen. Ezt hát most elő kell keresni, és saját méltóságos kezeivel dugdosta be a bubenyik füleibe, de még ez se volt elég, ráadásul kinyitatta vele az ablakot is, hogy azon nyújtsa ki a nyakát, amennyire csak lehet, nem törődve a figyelmeztető táblácskával, hogy ne tessék kihajolni. Csak te hajolj ki, ha valami bajot történik, nagyon szépen foglak eltemettetni. Most aztán beszélhetett Málinka. Hát, az a terv méltóságos, uram, suttogta, hogy a bevonulást elkerüljük, de olyan ravasz módon, mely mellett semmi gáncs nem érheti személyét. Bontóváron innen van rekettyés község, ahol Tóth Mihálynál vidám vadásztársaság van. Ki az a Tóth Mihály? Valami nagyon gazdag ember, én nem ismerem, közönségesen amerikánosnak hívják, és állítólag gyönyörű lánya van nagy párti. Á, hallottam már erről valami. Hát ennél a Tóth Mihálynál vannak a vadászok, a ezek közül kettő, Homlódi János és Noszti Károly, a közeli rokonai, be vannak avatva a tervbe, de csak éppen ők kettel. Mind a kettő igen ember, akik ne kezdje nekem Ádám Évától Amice. Vágott közbe türelmetlenül. A terv az, hogy mikor a vonat az alsó rekedjési indóházhoz ér, akkor a vadászlakból a bizalmasok véletlenül éppen ott lesznek a homlódi úr, akit a kaszinóból ismer a bára úr, kiáltani fogja a nevét, mire kitekint az ablakon és udvarjasságból leszáll, hogy kezet foghasson, és néhány szót váltson velük. Szóból szó lesz, ők is fűzni fogják mesterségesen, a vonat e közben megindul, a méltóságod lemarad. Én kétségbeesve fogok kiabálni, de hasztalan, Ön káromkodni fog, aztán megadja magát a sorsának, az estét a tótékházánál tölti. Vacsora után kocsira ül, és megkerülve a várost, a nyugati oldaláról hajtad be a megyeházába, ahol mi megvetett átgyol várni fogjuk. Olyan egyszerű az egész, mint a kolombusz tojása. Hm, – szólt Koperecki hálásan pilszokba. – Egy kicsit restellem, hát, ha gyávának fognak tartani. – Az lehetetlen, hisz egész evidens, hogy viszmajor volt. – És maguk aztán mit csinálnak? Maga kapja a rántottákat, mi? A mi szerepünk könnyű. Gyimókán beszáll az összetoborzott küldöttség, ebben benne lesz Noszti képviselő úr is, aki nekünk elhiszi a fatális elmaradás történetét, Szidni fogja vasutakat fenyegetőzni fog, hogy meginterpellálja ezért a minisztert, ráfogja az ellenpártra, hogy aljas csínyt követtek el, megvesztegették a kalauszt, a vonatvezetőt, vizsgálatot fog követelni, szóval úgy nyíl a dolgot, hogy még mit csinálunk tőkét belőle. Kopereckit kezdte erősen mulattatni a szituáció, és az utcákon meg az indóházban várakozó tömegekkel mi lesz? kérdezte vigyorogva. Azok bizony szépen felsülnek, nem lesz kit inzultálni. Ha csak az üres hintómat nem, azt se, mert az ugyan ott vár az indóház előtt, de mihelyt odaérünk, nyomban elküldjük méltóságodért a rekedtési indóházhoz, ahol lemaradt, de azzal ne tessék törődni, mint ott se volna, az csak egy fint, egy kis szemfényvesztés, azon a kocsin nem jó volna bejönni. Majd hiszen tudja többit, homlódiul. úr. Körülbelül én is tudom. Felelte Koperecki fölérénkülve, és egy nagyot üdött a bubenyik hátára. No, pupák, beúszhatod már a tökfejedet. Nyolcadik fejezet Mikor a Ténysvár megye ballábbal lép ki. Igaz volt, nagy elégedetlenség forta a megyében a kinevezés ellen. Az urak, akik a kormánya léheztek, azért bosszankodtak, mert nem közülük nevezték ki az új főispán. Ember emlékezet óta nem volt itt idegen főispán, még a provizóriumban is itthon akadt az ahhoz való imposztor. Csak most kellett megszégyeníteni a megyét, azt is egy tótbáróval mintha csak a kaligula lovát küldenék a nyakukra. Sőt, még rosszabb, mert a kaligula lova legalább a kaliguláé volt, de Koperecki nem is a miniszter lova, hanem csak az öreg nosztipa Koperecki egyedi mondásai, a tudatlanságról, eszelősségéről szóló anekdóták, mint valami incsiklandozó kaviár kerintek a társaságokban, nevelve az ellentállási étvágyat a négy lovon járók között. A két lovas urak és az iparosok az ellenzékhez tartoztak, ezeknek azért nem kellett Koperecki, mert a kormány küldte, mert a mameluk Nostinak a veje, és mert Izraelnek hívják, gyanút gerjesztő, hogy valamelyes köze van a zsidó felekezethez. A tisztviselők és a mindenféle szállítók, akik a gyik szabályozási panamába bele voltak keverve, azért toporzékoltak ellene, mert nyilvánvalónak látszott, hogy a kormány vele akarja fölpiszkáltatni a nagy szemét bogját. A protestánsoknak azért nem kellett, mert katolikus, a katolikusoknak azért, mert a klerikális grófi topisot ütötte el a hitük szerint a főispáni széktől, szóval ezer és egy oka volt a kedélyek hullámzásának. Úgy, hogy olyannak látszott a vármegye, mint egy háborgó tenger. Nyüsgött, mozgott, lázadozott minden ember, csak a noszti rokonság állt szilárdul, mint egy falangsz az új főispán mellett. De talán csak felületen tarajosodnak ezek a habok így nagy háborgással. Egy kis magyar hangulat az egész. A vizek mélye esetleg nyugodt. Alul a tenger semmit se tud arról, hogy nehéz járnak rajta, vagy hogy fürge csónakosok evező lapátja barázdákat vág a hátán. A népszerűséget a népszerűtlenségtől nálunk csupán egy finom hártya választja el egymástól. Minden egyes magyar hazafi két emberből áll. Az egyik, aki otthon pipázik az ambituson, ez igen okos úr, Érzületére nézve konzervatív, haragszik a zsidóra, de azért nem tud ellenni nélküle, okos, higgadt egyébként, sóhajtozik a régi idők után, s csendes filozófiával vagy keleti apátiával nézi az új időket. A másik, aki magára veszi a közgyűlési atilláját, és a fórumon kiabál, vagy a zöldasztalnál könyököl, ez liberális és szangvinikus jogállamot és egyenlőséget ordít, mindenképpen heves férfiú, se lát, se hal, rohan az összene, vagy a kiadott jelszavak szerint, és még a búza tartalmát is politikai okokra vezeti vissza. Hát, ez a két ember az emberben könnyen összetéveszti magát, és a két ellenfél csodálatos gyorsan békül ki, csak egy kis külső incidens kell hozzá, és az egyik beadja derekát a másik előtt, vagy pedig úgy belefárad az egymással való tusakodásba, hogy amikor tetre kerülne a sor egyik sincs ott. A közéletben szereplő vezér alakokat is ilyen kettős felfogással tagsálja a magyar ember. A Pecsovics Szécsen Antalról is azt mondja például. Hely, okos egy ember, de sokat piszektem neki. Még ellenben megesik, hogy mikor egy-egy népszerű emberét megéjenzi, hozzáteszi kritikaképpen, nagy svihák, biző, de jól szaval. Meg kell azonban adni, hogy a Koperecki elleni agitáció ügyesen volt csinálva. Lisi ügyvéd, az egész mozgalom vezetője kitett magáért, lesz még abból követ is, ha így folytatja. Legfőképpen azzal gyújtotta fel nagy arányúvá a hetszet, hogy tömérdek bizottságot alakított. Az ellenálló bizottság annyi mellékrajt eresztett ki a tüntető bizottság, a romboló bizottság, a macskazene bizottság, a hírszolgálati bizottság, a záptojás gyűjtő bizottság, a kapacitáló bizottság és más mindenféle nevű és célú albizottságok kiküldésével, hogy az összes kabátos emberek díszes szerepekhez juthattak részint, mint elnökök, alelnökök, igazgató, választmányi tagok, főtitkárok és jegyzők. Nagyon okos dolog volt, mert szerep kell a magyarnak. A szerep tetszik neki, és nem ő viszi a szerepet, hanem a szerep viszi ő. Sőt, hogy még több legyen a szerep, egy szerep kiosztó bizottság is alakult, mely az elhelyezésről is gondoskodott azon a vonalon, amelyen a fő ispán bevonul. Mely az elhelyezkedésről is gondoskodott azon a vonalon, melyen a fő is bevonul. Minden 20-30 lépésnyire, minden utcaszögletre jusson egy krakéler, aki birizgálja, animálja a közönybe könnyen süllyedő tömegeket. E krakélereknek viszont a Pasztvill csináló bizottság osztott ki részint csúfondáros, részint gyújtójel szavakat. A csúzli bizottság elnökek rád kielemér ügyvéd betanította a város mesterinasait paritjából lőni, és evékből mintegy háromszáz parítját osztott ki, kiknek hivatása a főispán huszárját és lovait eltrafálni, de a főispánba is szabad belehibázni. Ezeket csoportokban kellett elhelyezni a vonalon. Ugyancsak illetékes kezekbe osztottak ki a záptojások, és minden a legjobb mederben folyt, hogy országos skandalum legyen a fogadtatás, a többi azután magától jön. Az ellenállási bizottság nem csak az ellenzék nagy rétegeit állította talpra, hanem a kapacitáló albizottság a nosztiék nyájából is kihúzott egyes juhocskákat, így például Vér Tamást, aki az utolsó órában lépett vissza az beszéd megtartásától. Kár, hogy mindig akad komiszember. Poltári Alispán vállalkozott szónoknak, és ezzel minden ódium a nyakába szakadt. No meg állj, hiszen lesz még alispán választás. Nagy sokaság gyűlt be a vidékről is, s noha a főispán csak uzsonna táján volt megérkezendő, a nép mindjárt ebéd után előzönlött a Csipke utcától a megyeházig terjedő útvonalat. Az ablakokból szép női fejek hajoltak ki. Lesz itt ma virág hullás, jegyezte meg Devecki József megyei ellenzék feje. De cserepestől, a klempa és komp vaskereskedés előtt a venicei kurta nemesek sorakoztak, a legverekedőbb fajzat a vármegyében gyújtó harcidalukat fújva. Bújdosik a disznó kilenc malacával, utána egy draskóci nagy botjával. Nincs az a vörös posztó, amitől a bika annyira megdühödik, mint a venicei nemes ettől a mámorító régi kortes nótától. Az utcákat uraló néptömeg közt csak kevesen vonultak ki négy óra felé az indóházba, a főkapitán Csíz Károly a szürkején lovagolt, és itt-ott rá a hullámzó csoportokra. Rendet tartsanak, atyafiak, rendet, mert aki a rendet megbontja, hátra a sarkát. Ami annyit jelentett, hogy ő is a topis grófok kreatúrája és nem bánja, ha egy kis zenebonát csinálnak. A noszti atyafiság szállingózott kifelé, ki négyes fogaton ki, ahogy bírtak. Majd a főispán üres hintaja következett cifratarsős hajdúval a bakon. A négy kövér paripa kevésen hányta vetette a fejét. Ki csak ki, de majd hogy lesz a bejövetel? Azután a polgármestert lehetett látni, amint mélyen behúzta ősz fejét a krispinnyébe, Szégyelni magát a jámbor. De fölösleges részletezni a kivonulást, miután már előre tudjuk, hogy a bevonulásból nem lesz semmi. A Szent Erzsébet templom tornyára kiküldött éjjelőr jelezni fogja, ugyanmikor a vasút bekanyarodik a Bontóvári völgybe, a mozsarak el fognak pukkanni a Dengei hegyen a megérkezéskor, élénk riadalom, lázas nyüzsgést támad a várakozó tömegekben, még nem mikor már legjobban meg lesz feszítve az érdeklődés, lehanguló morajjal fog megérkezni és tovább-tovább hatolni a hír. Az új főispán nem érkezett meg, lemaradt a vasútról. A csalódott tömegek káronkodnak, bosszankodnak, össze vissza kuszálódnak, rendetlen gomolyaggá, találgatni fogják, miként történhetett ez árulás, volt-e vagy csak véletlen. A róka volt-e ügyes, hogy kiszabadult a veszedelemből, vagy a vezetők rendezték a dolgot ügyetlenül. Az Isten is a nagyurakkal tart, dühöskedik Tari Gábor a politikus varga. Híre megy, hogy Noszti képviselő meg akarta karlapozni mérgében a kalauszt és a vonatvezetőt, tehát mégiscsak véletlen eset volt. A különböző albizottságok elnökei, alelnökei és titkárai észtvesztve szaladgáltak, hogy a népeket visszatartsák, mert a főispár minden bizonyal megérkezik, csak azt nem tudni, mikor? Őrszemeket fognak állítani a város végére lóháton, akik híradással legyenek. A titkárja elküldte a hintót érte rekedtyésre, de meg lehet nem várja be, hanem külön vonatot rendel. Okvetlenül itt lesz estére, nem kell szétszéledni. Itt a kálvárja mellett fog bejönni valamelyik utcán, majd ügyelni fognak rá. Más ünnen be nem jöhet a városba, mert röpülni nem tudán bátor a kétfejű sas nemzettek. De a népszeszély is olyan, mint a puskapor, csak egyszer lehet vele lőni. Az agyafiak a vállukat vonogatták, bánják is ők már. Az ördög állít Glédában bizonytalanra. Az áptojásokat csak nem őrzik a zsebükben ítéletnapig. Utcú bele kell hajítani valakibe, és olyan valaki mindig akad a nagy sokadalomban. Ha más nem, hát a városi rendőr. Meg is dobálják nagy röhelyel és viháncolással. Az iras gyerekek is hasznát akarják venni a csúzlinak, és útközben különféle célpontokat találnak, de legnagyobb élvezet az ablakok csörömpölése. A venícei nemesek torka kiszáradt, be kellett térniük a két gránátoshoz, és ott egymással verekszenek össze. Jó születje lesz itt a doktoroknak holnap a látleletekért. Áldomással járván minden alkotmányos mozzanat az egész város vígadott az este. A kudarc épp úgy szomjúságot okoz, mint a diadal érzet. Nem csak a kocsmák és a vendéglők teltek meg zsúfolásig, beszálló vidékiekkel és mulatozó benszülöttekkel, a magánházaknál is nagy összejövetelek estek. A közgyűlésre összesereglett urak ugyancsak válogathattak a meghívásokban. Az ellenzékiek számára Liszi fiskálisnál volt nagy estély, és a gróf top is tisztartójánál bál, hol a vezetők rossz hangulatban hányták vetették meg a mai különös fordulatot és a holnapi közgyűlés esélyeit. De a fiatalság csak olyan vígan rúgta a port, mintha a főispánt tényleg agyon verték volna a bevonuláskor, és most a ravatalon feküdnék égő viaszgyertyák között. A koperecki párt a rágányos kastélyban tartotta a főhadiszállást, ott volt a boszorkány konyha, ahogy a városban nevezték. Nagy sárga ház ez a luteránus templommal átellenben pompás angol kertelme egy tíz holdra terjed. Bontóvárnak voltak éppen a rágányosok az ős földesurai, valaha minden az övék volt itt, és most is ők a legelőkelőbb emberek. Rágányos tivadar követségi tanácsos volt a francia követségnél, és állítólag Soha sem akart megnősülni, minden vagyona a Noszti gyerekekre, Vilmára és Ferire volt esendő, mert az anyja Noszti pál testvére. Mikor egyszer ezelőtt sok évvel a Magyar egylet estéjén, Párizsban összefeleselt egy polgárral, különben honfitárssal, egy pár paprikás szót mondtak egymásnak, mire Rágányos kihívatta segédjeivel egy szomszédszobában, de a polgár nem fogadta el a párbajt, okulhozván fel, hogy a mérkőzés nem volna egyenlő, mert neki fiatal felesége van, akivel most éli a mézes heteket itt Párizsban. Ilyenkor úgy mond, nehéz meghalni, míg ellenben a tanácsos úr, Európa úgy is csendes, lévén semmi különös, hogy érdekesebb dolgot nem hagy itt. Mikor ezt a segédek elreferálták, felbosszankodott rágányos, azt mondta barátainak, legyetek szívesek és várjatok itt egy percig azzal hátra lépett a falhoz támasztott székekhez, ahol a kisasszonyok ültek a mamáikkal, és kiszemelvén közülök egyet, alkalmasint, aki legjobban tetszett neki. Bizonyos Villié, gróf kisasszonyt nyomban ott megkérte és megkapta a kezét, megjegyzendő, hogy gyönyörű férfi volt, és most már azt üzente a segédekkel, hogy a mérkőzés egyenlő lesz, mert neki is mennyasszonya van. Így történt meg másnap a párbaj, akkor kapta azt a szép vágást a balarcán, mely úgy néz ki ott, mint egy piros paszománt. Kétség kívül rágányoséknál volt a legelőkelőbb társaság. A nosztiak, hortok, rágányosok, homlódiak képezték a megyek rémjét, ember emlékezet óta ők uralkodnak a megyében. S a társadalmi életben is az a törvény, az a divat, amit ők kezdeményeznek. Ha egy hord kisasszony pejhes szoknyát venne fel, egy hónap múlva mindenki pejhes szoknyában járna Bontóváron. Ezek a családok erősen zárt költ képeznek, és idegen ritkán jut be ide. Az asszonyaik majdnem kivétel nélkül szépek és disztingváltak, a férfiak pedig rendszerint császári és királyi kamarások. Ez alól csak Nosztipál képezett kivételt, akit kezdettől fogva politikusnak szántak, minél fogva nem folyamodta meg az aranykulcsot, mert a politikában nem használ. A nép szívéhez nem kulcs, vagy ha kulcs, hát nem nyílik meg vele, csak elzáródik. Ma különben vegyes társaság mulatott a rágányos kastélyban, melynek kapuja hermetice volt elzárva máskor, olyan hermetice, hogy oda a francia forradalom szele még mostanáig sem fújt be, de a korteskedés kivételes etiket bontó valami, a kék vér háttérbe szorul egy napra, és a kék foltok érvényesülnek, melyeket a párt torzsalkodásban az ellenfél oszt. Ma azok hivatalosak, akik legjobban tették ki magukat nosztiék mellett. Többek közt ott van Poltári Alispán is a nejével. Igenis, a nejével, mert ez nagy szenzációt fog okozni az egész vármegyében. Hogyan? Hát az egykori kaszíros kisasszony Wild Fanny ma ott fog táncolni a hajporozott ősanyák, grófnők, udvari dámák és történelmi nevű asszonyok képei alatt, ahol ők táncoltak egykor. S a kevé, 80 éves aggastyán rágányos Imre talán éppen őt fogja vezetni karon fogva a családi asztalhoz. Őt, aki likőrös üvegek közt trónolt, és akit végigudvarolt négy évig minden kassán megfordult Lajdinánt. Ő fogja vezetni, aki egyébként szinte kipukkad a gőktől. Ő, akinek az a mondása maradt meg a negyvenes évek végéről, milyen különös ember ez a kossút. mindenhez hozzászól, pedig talán nincs ezer holdja sem. Poltári ügyvéd boltár korában habaradott bele a szőke hébe bájaiba, és nőülvette. Azt mondják, igen csinos volt, de erre nézve nincs ma már semmi bizonyíték, csak a hadnagyok emlékezete. Ám a növése, még most is szép és tekintélyes. Akkoriban azt mondták, hogy Poltári ezzel tönkretette karrierjét, de vannak, akik azt állítják, hogy éppen ennek a házasságnak köszönheti, amivé lett, mert Fincsát, Fincsának gúnyolták a kisvárosi mefisztók az egykori kávéházi hébét, nem fogadván a bontó megyei jobb társaságok, kénytelen volt otthon ülni a férjem uram is mellette, ki pedig szerette volna a léha társaságokat, a kártyát meg a bort. Mit tegyen unalmában, képezi magát, így lett könyveken hízott elme is, mint ilyen tiszti ügyész, majd aranytollú főjegyző és végre alispán. A fincsa asszony nagyra vágyása volt a sarkantyú, most pedig, ahogy beszélik, két legyet ütött egy csapásra. Tudni illik, a királyi tanácsosság az egyik légy, a másik pedig ez a meghívó rágányoséghoz, és mondhatni, hogy a két légy közül ez az utóbbi a kövérebb, mert most már megnyílik poltáriné előtt minden ajtó. Ezzel a meghívóval el van fogadva dámának. Jaj, milyen a politika, hogy az Isten verje meg! A tiszta múltat befencseli, poltári ezentúl semmi embernek fog tartani, a piszkos múltból kiveszi a pecséteket, akár a benzin, poltári né ezentúl fehér liliom lesz. És mindez azért, mert beleugratta urát egy beszédbe, olyan nehéz pillanatban, amikor senki sem vállalkozott rá. Istenem, Istenem, de nagy bolondságokból van ez a világ összerakva. Egy beszéd nem nagy munka olyan okos embernek, mint Poltári, de mégis el kell rá készülni, mert sokan fogják bírálgatni. Ellenséges szemek a kis hibákat is nagyoknak látják. Az asszony érezte, hogy most ki kell vágni a rezet, és már jóval éjfél előtt elkezdte szolidgatni a asztalhoz telepedett urát. Gyuri lelkem nem akar maga még hazamenni. Ezt a maga szót a mai napra vette fel a bonton kedvéért, mert ez volt a szokás az előkelő familiákban. Gyuri lelkem szívesen felejtette volna magát ott, nem nagyon hajlott a szóra, a partnerek se igen akarták még ereszteni. Hagy még egy kicsit fánnikám, csak egy-két túlt. Kegyelem az öreg bűnösnek, esengte kérte a játszótársak. Az Alispáni azonban türelmetlen volt, kisvártatva megint a kártyaszobákba sompolygott. Gondolja meg, mondá félhalkan, hogy még beszédet kell írnia az éjjel. Ah! A beszéd, persze, a beszéd, ez már más. A haza minden előtt. Most már nem ellenezték a partnerek, sőt, mikor Nosztira került az osztássora, már nem is adott Poltárinak kártyát. Te pedig eredj a kötelességed után. Így aztán még éjfél se volt, amikor a Poltári pár elhagyta a kastélyt. Útközben elmenvén a megyeháza mellett kíváncsi volt Poltári, hogy megérkezette már a főispán. A vártán álló hajdú... Azt felelte, hogy ő nem tudja, mert csak most nem régen váltották fel. Hát a másik őr hol van? Kit váltottál fel? Pimpósi Jánost ott fekszik a várnagy előszobájában. Erre egy kölcs fel azonnal. Ugyan minek háborgatott szegény, bosszankodott az alispánné, kitalán fázott is egy kicsit lenge kivágott báli ruhájában. Ej, az ember végre is tudni akarja, hogy mi történik a témájával, hát ha agyonütötték. Amit persze nem bánnám, mert lusta vagy a beszédet írni. Bizony, megvallom neked, jobban szeretnék visszamenni. Éppen most kezdett egy kicsit jobb kártyám járni. Kis Kisvártatva előkerült az előbbi várta, nagy álmosan. Megjött a méltóságos úr? kérdezte az alispán. De hogy jött? felelte az a bizonyos pimpósi János. Nem láttad a főispán úr titkárját? Dehogy nem. Az itt tácsorgott a kapuban az új vadászal, aki ma jött, aztán úgy tíz óra tájban valami paraszt szekér állt meg a megyeház előtt, egy szürke köpenyeges zsidó szállt le róla, és felment velük az emeletre. Milyen volt? Magas és vöröses szakállú. Nem jött aztán le? Nem. Na no, hát, akkor az volt a főispád, te, Oktondi. Az utcákon még mindig járók járókelők, kocsmákból hazatérő csoportok, kik duhajnótákat énekeltek összeverődött mesterlegények, kik liszit éltették. Puttonyba kopereckivel! Hallatszott egy-egy borizű kiáltás a mellék utcákból. Különösen a megyeházán túl még sok nép látszott nyüzsögni. Ezek hihetőleg a főispáni kocsi érkezését várták. Az alispán né megreszketett. Gyuri, én félek, meg fognak minket támadni. Hát aztán, nem vagyok-e itt? Felelte Poltári, aki bátor ember volt. De látod, sötét van, a lámpák már kialudtak, valaki megtámadhat orvul, különösen most, amikor haragusznak rád. Hát jól van, jöjjön velünk, Pimpósi, ha félsz. Vedd a kardodat, Pimpósi, és gyere utánunk! Parancsolá az alispán. Megindultak hárman, minthogy sár volt, és csak a házak és palánkok mellett kínálkozott egy kis kitaposott gyalogút, egyenként lépegettek az Alispán lakása felé, a Fürmender utcába. Elől az Alispán ment, hogyha valami ellenség szembe jön, ő térje előbb, hátul a hajdú, hogy a hátulról jövő ellenséggel ő bánjon el. Fincsa asszony ment a középen, mindenképp biztonságban volt, mint a gyapotba takart alma hanem azért váltik, bíztatta Pimpósit. Ráncsa ki a kardját, Pimpósi, mesztelenül vigye magasra, emelre, hadd villogjon a sötétben, aztán, ha valaki hozzánk nyújt, csak aprítsa, összekedves Pimpósi. Nem történt semmi. Minden baj nélkül tértek be a néptelen Fürmender utcába, csak éppen a Kapanovszkijék deszkapalánkja mellett, egész közel az Alispán lakásához jött nagy dülöngéssel valami garázda ember, reketten kiabálva, félre az útból minden jótét lélek, mert baj lesz. Ejnye akasztó fára való, bosszankodott az Alispán. Kitérjen az úr, mert én a császár embere vagyok, és ezzel... Közel kerülvén az alispánhoz, lökött rajta egyet, úgy, hogy a feje oda koppant a deszkákhoz. Az alispán né sikoltott. Pimpósi odaugrott a kivont karddal, de akkor már össze voltak gabajodva, egymást átnyalábolva küzdöttek nagy káromlások között. Hol a nyaka, hol a nyaka? kiabálta Pimpósi a karddal hadonászva. Hadd válasszam el a fejétől! Hozzá ne nyúj, intéle az alispán. Én magam akarok vele végezni. Pedig jó volna, ha hazavinnék a fejét, morogta a Pimpósi elégedetlenül, legalább megismernénk otthon, hogy ki volt. De a parancs az parancs. A hajdú némán nézte a birkózást. Rettentő dolog az, hogy a vármegye első emberére egy közönséges halandó ráteszi a kezét, és az ég nem horpad össze. Az alispán erős ember volt, fölemelte, megforgatta a levegőben, de nem bírta a földhöz vágni, majd az idegen kapta meg az alispán nyakra valóját, folytogatni kezdte és térdeivel odaszorította a kevítéshez. Az alispánni legyezőjével verte a támadó fejét, miközben egyre jajveszékelt, sírt meg, káromkodott, mint egy bakancsos. Még végre az alispánnak sikerült egy mesterfogással legyűrni a legényt a sárba, Rátérdelt a mellére, és gyűrűs kezével ütötte, míg az hörögni kezdett, mint a haldokló vadállat. – Eredj már most panaszra a császárodhoz, ha az ő embere vagy! – mondta végre kielégített bosszú érzettel. – Hogy hínak? – Nagy pálnak. – Rekruta vagy? – Igen, rekruta vagyok, tegnap soroztak be. – Na, most már elég volt. – szólt kiengesztelt szelíd hangon – Ezer szerencséd, édes fiam, hogy te voltál a gyengébbik. Mert ha te a császár vagy, én meg a vármegye főembere vagyok, és ha te lettél volna az erősebb, elhiheted, hogy a börtönben rothattál volna meg. Így azonban itt van öt forint, végy rajta pántlikát a szeretődnek. A privát ügyeiket ilyen sommás úton végezték azelőtt a vice erre aztán egész jókedvel ért haza az Alispán, még dicsekedett is útközben. Legalább kiverte az álmot a szememből ez a kis jelenet. Most már igazán jó beszédet csinálok, legfeljebb egy kis fekete kávét fogok kérni. Hanem hiszen volt otthon egyéb is, ami kiverte szeméből az álmot. A lakás összes ablakai be voltak törve, a bútorok tükrök megrongálva behullott kövektől. A megszeppent cselédek hajmeresztő részleteket beszéltek, melyek a csataképek borzalmasságával hatottak idegeikre. Egy óra kellett hozzá, míg a lakást valahogy rendbe hozták, az ablakokat is a pesti napló régi számaival beragazgatták. Tessék már most ebben a hangulatban beszédet komponálni. És ha csak ez lett volna, hanem amint az alispálné vetkőződni kezdett, amint kioldá válfűzőjét és levette fejéről a sinyont, egyszerre rémülve veszi észre, hogy a drága gyémántos tűje, mely bele volt szúrva, és mely a poltári címert ábrázolta a gyémántokból kirakott medvét, csak a szeme volt két kis rubin, nincs a helyén. Izgatottan kereste mindenütt, de híre hanva sincs. Sápadtan rohant be az ura szobájába, ki már az íróasztalnál ült, és tétován merengett a két legkönnyebb sor fölött, amelyet leírt. Méltóságos báró úr, szeretve tisztelt fő és pánunk. minek utána csodálatos gondolá, mióta nem vagyok aranytollú jegyző, azóta nincs meg az a stílusom, mintha hivatallal együtt az is megváltozott volna. Jézus Mária, Rázta föl az isletre várakozó férfi út a neje hangja. Elvesztettem a gyémántűmet. No, ennek felesett réfa. A gyémántű 500 pengő forintba került, éppen egy király tanácsos név fejére való, és most elveszett. Lehetetlen, dadogta poltári, keresd jobban. Kereshetem már. Szólt halott halványan az asszony, nincs, nincs, majd zakogásra fakadt. Bizonyosan ott vesztettem el, ahol te verekedtél, nyilván ott esett ki, mert kétségbeesésemben mindenhez kapkodtam. Te vagy az oka, ó, jaj, nekem milyen nehezen jutottam hozzá, és most vége van. Megölöm magamat, poltári, megölöm magamat. És hol volt? Hol viselted? Hát nincs szemed, nem láttad, hogy a hajamban volt, hiszen az egész társaság azt bámulta. Meg kellett volna érezned, amikor kiesett. Hogyan érezhettem volna, amikor a sinnyomban volt az álhajamban? Nem értem ezt az undok szokást, dörmögte Poltári. Hogyan viselheti egy úri egy másik asszonynak a haját a fején? A fincsa halvány arcát a vér futotta el erre, és felrakta a kezeit a csípőre. Hát te meg hogy viselheted egy másik borjúnak a bőrét a lábadon? No, no, ne tüzelj azért! Kérteletek, poltári, hát mit akarsz, hát mit csináljak? Eredj végy magad az lámpásos embert, és keressétek meg az úton különösen a dulakodás helyén. Hát, ha rágányoséknál esett ki, nem menjek el oda is, ha az úton nem találom. Nem, nem, oda elküldöm a szobaleányt, ott ragadná, Ösmerlek, milyen madár vagy, a beszédnek pedig meg kell lenni. Köszönöm szépen. Éppen kedvező rá a hangulat. Ahelyett, hogy szimiléket, parabolákat keresnék, most a te ékszereidet kell keresnem. Mondhatom, nagy mulatság. De azért szót fogadott, és órák hosszáig kereste az utcán a cselédekkel hasztalanul, még végre hazajött, leült az íróasztalhoz, de az asztal fölé hajolva, tolrágás közben csak hamar elnyomta a buzgóság, és csak akkor ébredt fel, mikor reggel a hajdú jött jelenteni, hogy föl van tálalva a reggeli, és hogy azóta az ékszer is megkerült. Itthon volt leesve a kisasztalka alatt kilencedik fejezet kifürkészhetetlenek a hatás csodálatos titkai és rugói. Ugyanekkor már népesedett a megyeház környéke, a bizottsági tagok apránként gyülekezni kezdtek. Kocsi kocsit ért a megyeházához vezető utcákon, négy lovas fogatok, gamást is, fajtkokastólas kalapú gentri ekós szekerek ezüstgombos, gombos mándlis kettős tokájú öreg parasztokkal, akik gőgösen terpeszkedtek el a hátulsó kocsi ülésen, és nagy évben köpködnek a fekete fogai közé szorított szivartól, mert ők is oligarchák a maguk kis falujában. A megyeház előtti tért három lovas rendőr tartja tisztán, hogy a közlekedés lebonyolítható legyen. Lovaik patkója élesen csattog a kövezeten, amint egy-egy iramodással hátrávszorítják a kofasátrak felé a szájtátó kíváncsi tömeget. Körös kerül a boltok be vannak zárva, ami azt jelenti, hogy az óvatos kereskedők nem tartanak lehetetlennek egy kis kravált. A kíváncsiaknak egyelőre kevés érdekes anyag jut. Noha az igények felette szerények, s még a főispán vadászának, ami bubenyik barátunknak megjelenése is élénk hullámzást kelt. A vadász reggelit visz egy tálcán az átellenes ezüst rák kávéházból a megyeházba, amiből konstatálni lehet, hogy a főispán csak ugyan megérkezett az éjjel, és most reggelit vitett. No, hogy fújjon meg tőle. Egy-egy érdekes fogat vagy uraság érkezik. Íme a top gróf négy feketéje, de jó volna az árukat zsebre vágni. Majd egy egyszerű fehérre festett kasú kocsi áll, meg gyönyörű két lipicaival, javakorú házas pár kászmálódik le a hátsó ülésről, magatartásukról, öltözetükről azt lehetne ítélni, hogy valami notárius és élete de a szép nyulánk termetű leány ki az előülésről ugrott le, Finom csupa ruhájában, orgona virágos florenci kalapjában, gróf kisasszonynak is beillik. A körülálló bámészkodó között mélamorai a végig, tót Mari. Ejha! Hangzik egy-egy bámulat kiáltás és csettent a nyelvével sok ínyenc férfi. A karzatra hozták mutogatni, nyelvelnek az asszonyi csoportok. De hiszen nem kell azt mutogatni, kiásnák azt a kérők, még ha be volna is falazva. A tömeg tisztelet teljesen nyit utat Tótnének, aki elől megy leányával a megyeház kapuja felé, míg Tót Mihály úr meg hátra marad a kocsisának adni utasítást, miközben a kofasátrak közül egy virgonc anyóka, aki ismeri Tót urat, de ki ne ismerné. Vidáman kínálja, inkább csak tréfából a portékáját. Tessék tojást venni, tekintetes uram, leszállítottál darabja három krajcár. Hát a jó tojás, hogy macskásni asszonyom? kérdi Tóth Mihály, hátrafordulva az asszony felé. Az csak két krajcár. Ej, ej, fenyegeti meg féltréfásan, Tóth uram, hogy lehet a jó tojásnál drágább a rossz tojás? Ja, azonnan van, feleli nevetve, mert a jó tojásból csak csirke születik, a záptojásból ellenben két fejűsas. Hát jól van, Monddál, a Megveszem az árt tojásait, macskásné. Ugorj le, palkó, szedd össze mind és a többi is szedd az utolsó darabig. Aztán, mit csináljak velök? kérdezte kíváncsian a kocsis. Tóth -uram a fülébe súgta. Eredj velök a kék golyóhoz az állás alá, aztán paskoldod a valamennyit az álláshoz Megértettem, kérem alásan. Egy 10 forintost adott át Palkónak a tojások árát kifizetni, aztán eltűnt a megyeház kapujában, elhelyezte családját a karzaton, és ő maga lement a tanácsterembe, ahol már jócskán voltak az egybegyültek. Némelyek a karzat szépei fölött tartottak szemlét, ami nem rossz mulatság, mások szeme a falakon lógó 54 főispán arcképein kalandozott, miközben türelmetlenül várták az 55-et. Sokan csoportokba verődve élénken vitatkoztak. Puska porszagot szimatolok a levegőben, Jósoltak ki Kiplényi István. Lesz valami? Tudakolá a benfentesektől az ugri füles viléci ödön. Palojtai a vezér férfiú begombolkozott, és csak egy-egy nono vagy hia-hia jelezte, hogy ő nagyobb és beavatottabb koponya a többinél. Tót Mihályt többen körülfogták, ő már látta az új főispánt. Híre ment, hogy lemaradván a vasútról a vadászokkal az ő házába térbe tegnap este, és onnan rándult be éjjel a városba. Négyen is kérdezték egyszer, no, milyen ember? Tóth Mihály vállat vont, nekem tetszik. Igaz, hogy hasonlít Don quixote Én sohasem láttam Donkihótét.” quixote felelte kitérőleg Tóth Mihályt. Inkább hasonlít Pithez, jegyzi meg a vármegye elménce, Klementi szerkeszté. Hogyhogy? -hogy? Annyiban magyarázta Klementi, mert se ő, se Pitt nem tudott magyarul. Koperecki egészen hibátlanul beszél magyarul, bizonyította Tóth Mihály. Eközben egyre új és új bizottsági tagok szállingóztak, s velük különböző hírek majd az utcáról, majd az aulából, a belső termekből a fő is már öltözködik. Nagy udvar van bent körülötte, tömérdek konyakot megittak. Most vitte fel a hajdú negyedik palackot a kávéházból. Ott vannak a tányérnyalók, mint 14. Lajos körül, mikor öltözködött, csak hogy Kopereckinek nem a Kenterbőri érsek nyújtja a drágot, hanem Csóva Jancsi. Nagy különbség, hanem ezt a csóvajancsit mégis el kellene csapni, utálatos egy fráter, vélték néhányan, keresve szemeikkel az árvaszéki elnököt, Pehely Miklóst, aki a végzett földes úr csóvát írnok foglalkoztatta az árvaszéknél. Az pedig kivéhetetlen, szólt közbe a minden kulisszatitok tudója, Klementi szerkesztő. Csóva csinak van a legszilárdabb pozíciója az árvaszéknél, pedig egész nap a körmeit piszkálja, de mindegy, ő megrendíthetetlen. Mindenki összeomolhat, csak ő nem. Neki olyan amulettje van, amelyel föltétlen ura a helyzetnek. Vajon? Egy receptje van a gyomorgörcsök ellen valami bécsi doktortól, és csak az az egyszer segít az elnöknek, akinél gyakoriak a kóliga rohamok. Ilyenkor aztán csóva után szalasztja a hajdút, aki megcsináltatja a receptet, de a kezéből ki nem engedi, nehogy leírassa az elnök. Hiszen már régen kitette volna Pehely bácsi a szűrét, mert néha ugyancsak felbőszíti a léhaságaival, de bármennyire csikorgatja is a fogait, a végső határozat az, nem tehetem, nem csaphatom el az átkozott receptje miatt. S az imposztor csóva a markába nevet, mert jól tudja, hogy nélkülözhetetlen a közigazgatásnál. Apró hírecskék szivárogtak be, amelyek többé-kevésbé érdekesek, hogy Poltárit megtámadta tegnap este egy rekrúta, bár csak agyonütötte volna. Hogy Poltáriné elvesztette a gyémántűjét a rágányos kastélyban és a szájöblítő vizét, vagy felhajtotta vacsora után. Eféle sületlenségek mulattatták a tekintetes és nemzetes urakat, míg ellenben politikai esemény színezetével hatott, hogy Tóth Mihály megvette odakül az összes záptojásokat és elvitette valahová a kocsiján. Emiatt rögtön megindult a kritika. Hát már Tóth Mihály is tréberkedik, az egyetlen demokratánk, no szépen vagyunk, talán nemességet akar. A házasuló fiúkkal bíró apák védelmezték Tóth Mihályt. Végre is azt teheti a pénzével, amit akar. Meg azért nem hazaáruló. A kofákat akarta fölsegíteni. Szóval egy kis szeszély az egész. Ha az embernek sok pénze van, miért ne lehetne sok szeszélye is? Ez alatt nagy a sürgés forgás készülődés a főispán szobáiban. Ott van Noszti Pál még vagy öt Noszti, a reggeli vonattal Feri is megjött a sógora installációjára. A két rágányos, a hölgyek a karzaton láthatók, a hortok, levickiek, homlódiak. A főispán a belső szobában öltözködik, galopinok jönnek-mennek, hírt hoznak a közgyűlési terem hangulatáról, míg a főispán a legnagyobb feladatnak egyelőre a csizma felhúzását tartja. Szaladj le, bubenyik, keres valahol egy kis féderweist! tényleg ez az első nehézség a megyei kormányzatnál, a többi is mind elkövetkezik, de a többi már nem olyan nagy. Szemet szúr azonban, hogy még az alispán nincs itt, pedig anélkül nincs akasztás, ő az üdvözlő szónok. Mondják, hogy egész éjszaka a felesége ékszereit kereste, és most alszik. Felmerül az aggodalom, hát ha nincs is beszédje. Ej, nem kell poltárit félteni, nincs az a kávédaráló daráló gépezet, melyet ő felül nem múlna, ha egyszer kinyitja a frázisainak zsilipjét. Ettől nincs mit tartani, hanem ha ne talán elalussza az időt. No, az bizony meg lehet, mert aki alszik, az nem gondolkozik, csak álmodik. Aki pedig álmodik, az megálmodhatja magának a királyi minden mindennemű fáradtság nélkül, sőt, akár az aranygyapjat is, ha már benne van. Azért tehát jó lesz utána szalasztani egy hajdút, hogy siessen, mert addig nem vonulhat be kíséretével a főispán a terembe, míg ő ott nincs. Ide is hírül hozzák, hogy Tóth Mihály megvette az összes záptojásokat, hogy kivonja őket, mint nemtelen fegyvert a forgalomból. Ez a Tóth Mihály derékember, és gyönyörű leánya van, mondja élénken homlódi, ízes falat, vigyorog hort miska, és micsoda keze van. Az öreg Noszti odaintette fiát egy ablak mélyedésbe. Feri, szólt halkan. Ez az, akiről otthon szóltam már neked. Ez még egy olyan deszka, amelyen minnyáján kiúzhatunk a partra. A leánynak több mint egy milliója lesz. Gyepre, fiú. Hm, majd megnézem. Mondd az ex hadnagy. Tudod mit? Hívasd meg rágányoséghoz egy legközelebbi estére. Az nem lehet szólt az öreg Noszti elgondolkozva, mert Tóth Mihály az a bizonyos párizsi úr, akivel rágányosnak illatempóre párbaja volt, hiszen tudod a históriát, a grófnőt fájdalmasan emlékeztetné, hogy az ura pillanatnyi szükségben vette el. Úgy, és honnan csöppent ide a megyébe? Megvette harmadéve a reketési birtokot, 5000 hold első osztályú. Azon felül gyárai vannak, de bogarai is, mert az üzemet valami szeszélyből egyszerre csak beszüntette, és van végre nagy csomó állampapírja, egy hétig nyírják a kuponokat a helyrege szerint. Ebben az egy alakban szeretem a szabó mesterséget, de hát miként szerezte ezt a nagy vagyont? Ja, ennek érdekes története van, de most nem érek rá elbeszélni, és különben sem gondolnám, hogy valami nagyon finnyás volna a pénzek eredetére, noha ebben az esetben akkor is nyugodt lehetnél. Ó, édes papa, szólt morikáló szemforgatással, köszönöm a jó véleményedet felőlem. A történetet akkor is elég ideje lesz meghallgatni engedelmes fiacskádnak, ha majd hozzáállt az alapozási munkálatokhoz, kivel mutattassam be magamat. Kérd meg homlódi bátyádat. E pillanatban sürgőnyt hoztak a főispánnak. Noszti beszólt hozzá a küszöbről, még most se volt felöltözve. Sürgőnyt kaptál? Bonts fel, kérlek, és írd alá helyettem. Noszti felbontotta, a belügyminisztertől jött, és számjegyekkel volt érthetetlenné téve. Megint kinyitotta a belső ajtót. Nem tudom elolvasni, hol van kérlek a kulcs? Miféle kulcs? kérdék Operecki bosszúsan. Hát amit a belügyminisztertől kaptál, elveszett. Hát most már mit csináljak? Hívas lakatost mordult rá türelmetlenül, mert sehogy sem sikerült máslét kötni a nyakkendőjén. Azok, akik hallották, elmosolyodtak, Noszti pedig ajkaiba harapott. No, ez már mégis súlyos tudatlanság. Azzal bejebb betette maga után az ajtót, és összeszitt a kopereckit. Ha már olyan nagy szamár vagy Izrael, legalább ne beszélj hangosan. Lakatosan akarod a távirat titkos jegyeit kihámozni, szégyenlem magamat miattad. Minek hoztál ide, te hóhér? Védekezett Koperecki. Mit tudtam én, mit tudsz? Hát nem mondtam mindig, hogy az állatok tanítványa vagyok. És az úgy is van, mert bizony Isten egy oroszlán bátorsága kell hozzá, hogy nekimentem ennek a fő ispánságnak. No, csak vedd hát fel a mentét, és menjünk. A táviratot hagyjuk délutánra. Koperecki felkötötte a kardot, fölvette a mentét. Kezébe fogta a kócsagos kalpagot, megnézte magát a tükörben, és elbámult, hogy az milyen daliás vitést mutat vissza. Azzal benyitott híveihez. Készen vagyok, uraim! Éppen akkor jött be Pimpósi Hajdú is jelenteni, hogy a tekintetes Alispán úr már megérkezett vitézi öltözetben, és bement egyenesen a tanácsterembe, ahonnan valóságos tengermorajlás hallatszik ki. Akkor hát menjünk Isten nevében, mondta a főispán, és bátor léptekkel megindult egy sorszobán keresztül, a legutolsónak az ajtaja a közgyűlési teremben nyílt. Malinka hozzá sompajodott út közben, csak semmit se félje méltóságot. Gondolja el, hogy csupa káposzta fejeknek beszél, bátorítsa az a tudat, hogy én a háta mögött leszek, és súgni fogok, ha netán valahol megakadna. Mikor a főispán belépett a terembe, az utána tóduló kíséret éjenzésbe tört ki, mire hatalmas fütyök hangzottak fel, és színi nem akaró lármat támaszt. Netene, sárgarigók, rivolt a fütyülőkre, megvető gúnyjal homlódi István. Farkas szemet néztek egymással, mint két összeütközni készülő csapat, bár az egyik része csak maroknyi. Levele! Meghalt, ne szemtelenkedjenek, gyerek, minek jött ide, Koperecki, Sicki! S több eféle kivehető hangok vagy bődületek emelkedtek ki az artikulátlan zsivajból, mely az érthetetlenségbe veszett el, mint a kígyó sziszegés. Senki se értette, mit beszél a másik, pedig mind a három vagy négyszáz száj működésben volt. A főispán e szörnyű lármában lépegetett fel az emelvényre, leoldá bíborba vont kardját, és végigfektette a pulpituson. Az ő szája is mozgott, de hogy mit mondott, nem lehetett kivenni. Talán az esküt hadarja el, találgatták némelyek. Ha a tengeren orkán dúl, akkor mozog úgy tarajos hullámaival, mint most az a tömérdek fej, mely egyetlen fürge vonagló és rángatózó testé látszik összefolyni. Az abcúg még akkor nem volt kitalálva, ahelyett egymást becsmérlő kiáltások röpködtek innen, oda és onnan vissza, és ez szó galacsinok némelyike ugyancsak mérgezett nyállal volt gyúrva. A megtestesült káosz képét nyújtotta a terem olyasmi, mintha elképzeljük, hogy a babiloni torony építésénél összevesztek volna a munkások. No, itt ma nem kell semmilyen beszéd, gondolta Poltári, itt nem lehet gyűlést tartani. És talán nem is lehetett volna, ha valamiért föl nem a Herkules tervetű Levicki János, volt dzsidás ezredes, ki is rácsapott tenyerével az egyik zöldposztóval borított asztalra, de úgy, hogy az nagy a nyomban ketté hasadt, és haragos, bömbölő hangja minden zsivaj túlharsogott. Csend legyen, hé! Én mondom, akinek valami baja van, annak velem van baja, álljon elő! amire olyan csönd támadt, amin ő a temetőkön szokott lenni, mert a Vitéz ezredes, akit közönségesen beretvált tigrisnek neveztek a megyében, arról volt nevezetes, hogy már hét embert ölt meg, minnyáját ő felsége a saját királyunk alattvalóiból párbajban. Hogy mennyit tölt meg az ellenségből a Szadovai csatában, arról nincs hír. Szinte különös volt, mintha valami nagy kutya egy harapással elnyelte volna az egész lármát, és csak egy kis csontszilánk maradt volna belőle, a hirtelen támad csendből kiütődött egy hangosra változott öndörmögés, egyéb iránt a Liszi ügyvéd hangja. Ohó, ohó. Az ezredes rettentő szemölgyei megmozdultak, és szúros Jupiteri szemei sötéten, vészjóslóan merettek a vézna szikár demagóg vezérre. Tetszik valami? Mennydörgész ordonan, míg nagy kifent félre fordult, félrefordult, mintha az egyik szárnyát aláhajlítaná, hogy rászúrja az ellentmondót, mint egy kis szokás a gombostűre. Semmi, csak köhögtem. felelte önkéntelen szepegéssel az ellenzéki vezér fejét a vállapockái közé húzva. Úgy, akkor szopogasson barátocskám egy kis medvecukrot. Kitört a nevetés. Minden arc neki Ez a kicsinlő megjegyzés megölte a népapostolt, az arcokra csalt mosoly olyan hatással volt az alkotmányos haragra, mint a napfény a márciusi hóra nézve. Ha a magyar ember elneveti magát mosolyán, ezzel az égi szárnyon elröppen minden epéje. E pillanatban csattant fel a Poltári György híres ezüst csengésű hangja. Méltóságos báró úr, szeretve tisztelt főispánunk. A zajcsináló ellenzék azt a látványt nyújtotta, amit a pulyka, mikor a fejét levágják, még mindig megy szalad a teste egy-két másodpercig. Dacára a Liszi elnémításának mégis zúgás fogadta népszerűtlenné vált szónokot, a nap bűnbakját, de ez hamar elcsendesedett, és az alispán háborítatlanul folytathatta üdvözlő beszédét. A mai politikai viszonyok mellett a hazánk ege fölött tornyosuló felhőknek közepette, midőn ő császári király apostoli felsége méltóságon nemes személyét bízta meg e vezetésével, megnyugtató érzés száll szíveinkre, mert érezzük a jó akaratot, mely lényéből kisugárzik, és ismerjük mély bölcsességét. Egy reszelős hang, ne hazudj, gyurka! melyel mindenha megfogja meg fogja találni az küllák és karübdiszek között kivezető utat, mert a hon szeretet, a méltányosság és az igazság az a hármas csillag, mely méltóságodat irányítja. Halljuk, halljuk, potyogott innen-onnan a kíváncsiságnak némi kis morzsája. Istenem, hogy bírta ilyen szépen kigondolni? Csóválta a keményvágású fejét egy kurtanemes, nemes, s a mellette álló ismeretlen ifjúhoz, malinkához intézte koronkénti észrevételeid. Van esze mi, csak ne használná rosszra mi. Malinka nem felelt, nem is hallotta, forgott vele a terem, rettentő zúgás keletkezett a mindenségben, a szónok szavai, mint éles szögek, hultak, süvítettek, és élükkel a halántékába vágódtak, arcát halotti sápadság borítá el, míg homlokáról hideg verejtéket sajtolt ki a rémület. Eleinte álomnak hitte, de minden pillanatban rettenetesebb valósággá nőtt, hogy az alispán az ő vagyis a Koperecki beszédét mendörgi, érces hangon. Azaz, a maga beszédje volt az jogos elmeszüleménye, csak hogy olyan puskapor, amelyel már lőtt egyszer 1868-ban a báró aráncsi beiktatásánál, akkor mint főjegyző üdvözölte vele aráncsit. Régen volt az a kutyas emlékezett már arra, de ő maga el tudta szóról szóra fújni most is, a főispán, kit megtisztelt vele a vizsnyói kriptában pihen, és az akkor éjenző bizottsági tagok is nagyobb részt ugyancsak csendesek már valahol a temetőkben. Ezeket mind mérlegelte poltári időn beszéd nélkül ébredt fel reggel. Restelte az esetet, de mit tegyen? Extempore mondhatna valami zöldséget, de akkor hova lenne a szónoki nimbusza? gondolta magába, vágjunk neki, Elmondom régi beszédemet, vagy nem veszik észre, és az nagyon jó, vagy észreveszik, és akkor azzal lehet előtni, hogy értéktelen, Krispinre jó a viseltes zsinór is. Így ugrott bele, s meg nem zavartatva a hűvös hangulat által, folytatá fenhéjázó testtartásával és diadalmas gesztusaival. Különleges a mi helyzetünk méltóságos főispán úr, nem rózsákkal párnázott pihenőszékhez méltóztatott ide érkezni, hanem mozgalmas csatatérre, nagy munkához, ádász küzdelmet folytatunk itt mi maroknyi magyarság körülvéve nemzetiségekkel. Az önvérünkön kivívott jogokat önként testvérjesen osztjuk meg a nemzetiségi lakosokkal, de vajon testvérek vagyunk-e azért, Ó, nem! Úgy állunk szemben velük, mint szarvasok a vadászokkal. Önként elhullatott agancsainkra azt mondják, hogy azok értéktelenek, nekik trófeák kellenek, agancsok, de a homlok csontunkkal együtt. Nyugtalan mozgás. Nekik csak így volna, kedves, vagyis a jogaink, de a bőrünkkel együtt. A jelenlevő nemzetiségek, bár a passzivitás miatt kevesen jöttek be, zajos, nem áll, nem úgy van, kiáltásokkal zavarták meg itt a szónokot is, Malinka fokozódó kétségbeeséssel megállapíthatta, hogy szóról szóra az ő beszédjük peregle a poltári tömött szürkés bajusza alól. Istenem, Istenem, mi lesz ebből? Szeretett volna a föld alá süllyedni, vagy még jobb volna kirohanni és futni, futni az indóházig, aztán elmenekülni innen örökre. Hisz azt a szégyent, azt a gyalázatot, ami majd most következik, elviselni lehetetlen. De hasztalan úgy be volt szólítva a főispán háta mögött képződött gyűrűben, hogy a kimenetelhez legalábbis a kinizsi ökleivel kellett volna rendelkeznie. Ott maradt tehát, megadta magát sorsának, és tompa elfásultsággal várta, hogy lesz, ami lesz, többé már nem is figyelt a beszédre, pedig most következtek a megyek kívánalmai, a nemzetiségek erős kezű megfékezése, a pandurság szaporítása garázdálkodó rablók ellen, egy gimnázium bontóvárra, ahol megmagyarosodnak az idegen ajkú sarjak, a rakoncátlan gyik szabályozásának befejezése, és így tovább, hiszen tudta már ő ezeket könyvnél és megüvegesedett szemei bambán mereven tapadtak a féloldalt álló kopereckire, ki minden felindulás nélkül nyugalommal hallgatta a szónokot. Malinka kínos szorongó érzéseit a bámulat váltotta fel, micsoda idegei lehetnek ennek az embernek. Talán acélból vannak, hogy olyan nyugodt tud maradni egy ilyen katasztrófánál, mert még elképzelni szörnyűség, és hajmeresztő valakinek lelki vívódását hasonló helyzetben. Vagy talán éppen azért olyan nyugodt, mert annyira ideges, hogy nem is hallja, nem is érti a poltári beszédét. Egyszerűen hangzavar az előtte, mint ahogy az ütközetben a katona nem érzi a saját vére hullását. Pedig most igazán az ő vére hull a poltári mondataiban, de úgy kell lenni, hogy nem hallja, nem tud felőle. Ó, jaj, demosztenész óta nem történt ilyen eset csak az Isten hajítana most le hozzá egy mennykövet is, amelyik vagy az összes megyei bizottságot agyonüse, vagy csak Koperecki báród, mert az is megoldás lenne, vagy csak őt, Malinkát, magát, mert aztán nem törődne a többivel. Hanem bizony nem történt semmi csoda, csak Noszti Feri keserítette el még jobban holmi sületlen kérdésekkel, valahogy melléje tolatván a tömeg által, milyen lesz a sógorbeszéde. Ha egy darab húst tüzes harapó fogóval szakítanak ki belőle, az se lett volna kínosabb, mint erre felelni. Az Isten tudja, szólt szemeit égnek fordítva. Te csináltad? Félig meddig. Hörögte halkan. Lásd, azt úgy kellett volna összeeszkábálni, hogy előlegesen bekéretek az alispánnak ezt a szónoklatát, úgy, hogy a sógor beszéde, mint egy válaszokat tartalmazott volna az itt felhozottakra, és ezzel rajta lett volna a rögtönzés zománca. Meg kell adni, hogy gyönyörűen beszél ez a poltári, vagy hogy hívják. Hmm, csak ugyan. Hebeget Malinka, és kintól vonaglott lelke. Apropó, fecseget Feri tovább. Mi van a nővéremmel? Most lehetett még csak nagy konfúzióban a malinka arca, hogy elvörösödjék-e, vagy elsápadjon. Boldogok voltatok, mi? Vigyorgott Feri rejtélyesen. Nem is beszéltem vele. És én ezt ugye elhiggyem. Ösmerlek, kis maszk. Bizonyisten. Beszélhetsz nekem, amennyit akarsz, hiszen Vilma is írt és összeszít, hogy frivol lélek vagyok, hogy mit gondolok én felőle. Hát azt gondolom, de nem írtam meg neki, hogy mindenek előtt hálátlan. De most jut eszembe. Hirtelen a karzatra pillantott, honnan átható rózsa és rezeda illat verte át magát a füllet levegőn az érzékenyebb orrokhoz, sok üdearc mosolygott le onnan a különböző virágos és trucztollas kalapok alól. Te már egy hete vagy itt, Kornél, nem tudnád véletlenül megmondani, melyik a hölgyek közül tót kisasszony? Malinka csak a fejét rázta, hogy nem tudja, nem is nézett arra felül sőt, ösztönszerűleg behunta a szemét, mert íme elérkezett a rettenet ruhájába öltözött pillanat, és jobb akkor sötétben lenni. Poltári befejezte beszédét, szorványos éjjenzés hangzott fel a nosztik klikéjenei. Egyébként hideg maradt a hallgatóság, bár a suba alatt bevallották, hogy hamari beszédnek, mert csak tegnap vállalta a szónoki tisztet, nem volt éppen utolsó. De az e fölötti megjegyzések és vélemény nyilvánítások csak legfeljebb két másodpercig tarthattak, míg a főispár hátrataszította a panyókáját, megköszülült a torkát és megszólalt. Tekintetes köztörvényhatósági bizottság. Ejnye, bekülönös pohán kakása ízű hang mosolyodott el Clementi szerkesztő úr, ki a középső zöldasztalnál egy ív papírosra szorgalmasan jegyezett. Koperecki hangján tényleg rajta volt a felvidéki zamat, de nem nélkülözte a hajlékonyságot és a csengést. Első szavainál megszűnt a beszélgetés, és az a bizonyos zümmögés, mely a figyelmet lassan-lassan megőrli, mély csendesség támadt, de mint Hort mondotta később, volt valami fenyegető jellegű, valami bizonytalan egy csöndben. Nem a tisztelet szülte, hanem a kíváncsiság nem az okos embert várták, nem is az új főispánt, hanem a féleszűnek hirdetett urat. Halljuk, halljuk! A mai politikai viszonyok mellett kezdte folyékonyan minden elfogultság nélkül a hazánk ege felett tornyosuló felhőknek közepette, minden ő császári királyi apostoli felsége az én személyemet bízta meg a nemes vármegye vezetésével. Bizony tehetett volna okosabbat is, vágott közben az oszlopok megül egy pufók alak. Némi derültség támadt a közbeszólás nyomában, nyugtalan fészkelődés hullámzás kelt, mint a vetés fölött, ha egy szélára megmozdítja, némelyek megbotránkoztak, minek a királyt bántani. Mások helyeselték el, nem árt ő felségének, ha csukolik egy kicsit. Szóval megindult a mindent elposványosított récselés. Koperecki egy kis szünetet tartott, de a figyelem nem akart helyreállni, ő volt hát kénytelen fölemelni hangját a továbbiakhoz. Megnyugtató érzés szállt szívemre, mert érzem a jó akaratot, mely az itt egybegyültek lényéből kisugárzik, és ismerem a mély bölcsességet, melyel a megye vezető férfiai minden, ha megtalálják, az küllág és kárubdiszek közt is a kivezető utat, mert a hon szeretet, a méltányosság és az igazsági három csillag irányítja őket. Nini! Ugrik fel Clementi szerkesztő úr meglepetve, mintha valami váratlan ismerőssel találkoznék, hiszen ez az Alispán beszéde. Gubú legyek, ha ez nem az Alispánt paródiázza. Psz, csend legyen, halljuk, halljuk, uram, ó, oh, hisz ez rettentő módon érdekes mint a futó tűz terjedt fülből fülbe, hogy a főispán poltárit gúnyolja, megtanulván az ő beszédét egy zseniális módon, szóról szóra visszamondja. No, minket ugyan bolondá tettek, hiszen ez egy nagy talentum, halljuk csak, halljuk. Egyszeribe olyan csendesség lett, hogy az öreg Melfeller mérnöknek híres patek zsebóráját hallani lehetett, milyen szépen ketyeg a mellén zsebében. Koperecki erre lejjebereztette hangját, és így folytatált. Különleges az önök helyzete, tisztelt köztörvényhatósági bizottság. Nem rózsákkal párnázott pihenő székekhez érkeztem én ide, hanem mozgalmas csatatérre, nagy munkához. Körülvéve a nemzetiségektől áldás küzdelmet folytatnak itt önök, maroknyi magyarság, az önvérükön kivívott jogokat önként testvériesen osztják meg a nemzetiségi lakosokkal, de vajon testvéreke azért? Ó, nem. Úgy állnak szemben egymással, mint a szarvasok a vadászokkal. E hasonlatra mindenki ráismert, és látta, hogy csak ugyan a poltári beszédét ismétli. Bevette, és most kihányja, ahogy Viléci mondta. Nosza, kitört erre a tetszés zaj minden vonalon. ho, -ho micsoda kapitális ember, egy lángész, csodálatos emlékező tehetség. Ki is volt az, aki egyszer az egész naptárt könyv nélkül megtanulta valami? Peregrinus, no, ez még azon is túl tesz. Minden szem poltári felé fordult, kékült, zöldült a szakállát harabdálta, nem tudta elképzelni, mi akar ez lenni. Zöldes fényű bika szemei kidagadtak a csodálkozástól. Eleinte dühösen döfködte rezes kardjával a padlót, míg azt hitte, hogy a főispán valamely szellemi incselkedést folytat vele. Lassan-lassan azonban rájött a valóságra, hogy a régi beiktató ülések jegyzőkönyveit ő küldte meg neki, és azokból éppen ezt a beszédet tanulta be. Fatális egy véletlen, most már minden napfényre kerül dicsőség hírnév szónoki Isten veled! Ellenben a bizottsági uraknak elég volt a gyűlölt alispán kínos feszengését látni, hogy egy pillanat alatt kiengesztelődjenek a főispán személyével, sőt, hogy megszeressék. Önként elhullatott agancsainkra azt mondják, hogy azok értéktelenek. Szónokolt odába főispán egészen kipirulva. Nekik trófeák kellenek, agancsok, de a homlokcsontunkkal együtt. Nekik csak egy volna kedves, vagyis a jogaink, de a bőrünkkel együtt. Tomboló éjjel orkán zúgott fel minden oldalon, még a nemzetiségiek is tapsoltak, mert ők azt hitték, hogy ez most már csak mint szatíra értelmezendő. Ragadós lévén a tetszés a hölgyek a karzatról a zsebkendőjüket lobogtatták, Finja asszony azonban, aki az első sorban ült, hangosan panaszkodott. Micsoda disznó nép ez, mikor az uram mondta ezeket a fülük dobját se hajtották, most pedig a lelküket ordítják ki. A tömegek kiszámíthatatlanok, mert szeszélyesek. A malinka balul kiütött plágiuma megfordította a hangulatot, és a különös körülmények között a sors csodálatos kártya keverő keletkezett rokon szemve fölkapta szárnyaira kopereckit, és nem ejtette el többé. Egy elképzelt jó tulajdonság, ezúttal a rendkívüli emlékező tehetség látszata, többet érné, ha mint száz meglévő erény. Az éjenzés tetszés zaj most már annyira hozzászegődött a beszédhez, mint a gazdátlan kutya, hogy bottal se lehetett volna elverni. Hova tovább nagyobb volt a lelkesedés, ami természetes, mert mindig nagyobb lett a rekord is, amit a fő elért, még mindig szóról szóra adván vissza a poltári frázisait, szimileit és idézeteit, csak midő Madame Stelt intézte a hangzott közbe zavaróna a hortúr zsablonos kérdése, amely mint egy önkénytelenül csúszott ki a száján, milyen volt a keze? Minden új éjjel, mint valami bűvös ecsetvonás élénkített és változtatott némileg a malinka fancsali ábrázatán, el annyira, hogy a vége felé kigömbölyödött, ragyogott, már szinte hinni kezdte, hogy hallucinált a poltári beszéde alatt, pajkos dzsinnek bohókás játékot íztek vele. Az öreg Noszti nem minden fenhéjázás nélkül súgta oda rágányosnak, Nézd csak, nézd, micsoda fránya fickó ez az Izrael. Sőt, még Poltári György is, pedig ez az egész lelkesedés jól észlelte nem egyéb volt, mint egy kis antipoltarizmus, csak hamar megnyugodott, gondolván magában, a fő is pálmust nagy dicsőséget aratott azzal a véletlenséggel, hogy éppen azért én egykori beszédemet magolta be, és én azt nem gyanítva közvetlen előtte elmondtam, Mind azt hiszik ezek a maflák, hogy rögtönzött paródiát hallanak, és bámulják őt, ünneplik, mert ezúttal engem vélnek inzultálni. Hát bizony elég kellemetlen, hanem segíteni nem lehet rajta. Mert ha én most leleplezném, hogy a főispán nem engem parodizál, hanem szegény feje nem tanult be más beszédet, és akarva nem akarva ezt kell elfújnia, akkor ugyan a főispán agyon volna ütve, de magamat is bemártanám, hogy kétszer mondok el egy beszédet. Legjobb tehát, ha elhallgatok, és igyekszem kihúzni ebből a vak esetlegből a lehető legnagyobb polgári hasznot. A főispán nagyon jól tudja, hogy más beszédet nem tud, ennél fogva kutatni fogja, miként került össze a két beszéd, és a megőrzendő titok ezerszerte jobban kapcsolja majd hozzá, mint bármely más szolgálat, amit tehetnék. Nagyobb szerencse ennél nem is érhetett volna. A főispán még a helyemet is megfújja, ahová leülök, szóval a kezemben lesz az én madaram ő már, csak újjongjatok éjjel ezedek ostobák, én a markomba nevetek az alatt. Így formálódott ki apránként általános megelégedésé minden széthúzó érzés. Némelyek figymálták, vagy kevésbe vették a főispánnak a -e mnemotechnikai erőműveletét, hogy mi van abban visszakiabálni valamit, hiszen a tükör is azt teszi, azért mégse bámulják meg, mint masinát, de a szájasabbak és műveltebbek letorkolták ezért. É, e, mondta Petrovai Tamás nagy tekintélyű aggastyán, aki a pozsonyi diétákon képviselte hajdan a megyét. Mit ért a paraszt az uborka salátához? Ez a gúnyos megjegyzés megtette hatását. Senki sem merte többé kétségbe vonna a fő ispán és midőn beszédét bevégezte, valóságos glorióla átszott lebegni a feje körül. Hozzárohantak ősi szokás szerint vállaikra emelték, és úgy hordozták körül a teremben. Majd kivitték a balkonra is, hogy az odakön összegyűlt köznéptek megmutassák. Mámorban úszott minden. Az arcok ki voltak pirulva a lelkesedéstől, a tegnapi tüntetés rendezői voltak a leghangosabbak az ovációkban, mihelyt a főispán visszakerült a nép tenyeréről a biztosabb talajra, az anyaföldre, hízelgéseikkel vették körül, még maga lisi ügyvéd is oda kiáltott. Meghajtom zászlómat, méltóságod lángesze előtt. És ezzel meghajtott a derekát. Úgy látszik, azt nevezte ő zászlónak. Ez alatt Noszti Feri is ráakadt Homlódira, aki megmutatta neki, melyik a karzati hölgyek közül Tóth Mari. Ott balról az az orgonavirágos kalapú szép kis pofa, nem igaz? Feri föltette a monokliát, és megnézte műértő szemmel. Formás jószág, de mintha szeplős volna. A termete veri a liliomot. Úgy látszik, bátyám is a részletek embere, mint hortpista. Nem egészen, csak éppen mondom, hogy a termete az meg a ritmikus járás, amiért én dicsérem, látnád csak járni. Kár, hogy a szemei aprók egy kicsit. Látnád csak őket rád szegezve, mikor nevetnek szép tiszta szemek, mint a kristálypatak vize, a lélek fenekére nézhetsz be rajtok keresztül. De már nem fiatal, ahogy nézem. Olyan 21 éves forma, de még ártatlan, mint a ma született bárány, és olyan egészséges, mint a mak. Elég baj az, sopánkodott felik. Hogy hogy? Az egészséges fa nehezebben gyúl meg, bátyám uram, a szúette könnyebben ég. – Tüze válogatja, öcsém, nem bízol magadban? Mutasson be neki, bátyám uram. – Szívesen, menjünk hát fel hozzájuk. – Az anyja az, aki mellette ül? – kérdezte Feri út közben. Igen, az anyja. – Nagyon közönséges kinézésű, miféle lány? Fogalmam sincs felőle, azt az egyet bizonyosan tudom, hogy nincs a Habsburgokkal rokonságban. Amellett azonban jóra való az, hogy lehet, mert Tóth uram nagyon megbecsüli. De siessünk, fiú, mert mindjárt vége az ülésnek. Nem könnyű volt pedig kikecmeregni a nagy tömegből az oszlopos folyosóra, ahonnan meredek, ódong, rádicsok vezettek a karzatra. Útközben négyen-öten is elfogták homlódit valamely ügyben, mert a régi megyegyűlések részben bőrze jellegével is bírtak. Itt találkoztak a megyeurai különböző vidégekről koronként, és vettek eladtak, csereberéltek. Homlódi híres lovakat nevel, tőle válogattak fogatokat a házasulandó uracsok, a községek ugyancsak nála tudakozottak, van-e eladó csődőre, viszont ő maga itt szerezte be, ami neki kellett teheneket Kajtári elementől, merinói juhokat Balázs Gáspártól, a szenvedélyes pomológus kaporandrástól. Feri tehát útközben is csak rövidebb, sűrűn félbeszakított időközökre élvezhette a homlódi információit. Mondja csak, János bátyám, miért nem ment eddig féhez, Azt az egyet nem értem. Nem tudom, Dehogy nem tudja. Olyan vénsas, mint maga, mindent tud. Erre aztán elmosolyodott Homlódi. No, hát tudom. Azért nem ment férhez, mert Mari azokhoz a lányokhoz tartozik, akik magukat rútaknak hiszik. Vannak is a világon ilyen leányok, hitetlenkedett Feri. Talán nincsenek, de ez az egy ilyen. Nem természeti törvény, ez nem állítom, bizonyára nincs ez bent az asszonyi állatban, mint a teremtő által beoltott jellemvonás, hanem egy betegség kifolyás, amelybe többnyire a gazdag partik esnek. Ez a betegség abból áll, mindenkire gyanakszik, aki hozzája közelít, hogy a pénzére vetette ki hálóját, minél fogva hűvös, visszahúzódó és bizalmatlan. A gyanakvás folytán nagyobbra harapódzik, míg rögeszmévé válik és elnyomja benne a természeti törvényt, a hiúságot. A végén már szinte megcsontosodott meggyőződése, hogy őt önmagáért senki sem szereti, és derűre borúra osztogatja a kosarakat. Ez Tóth Mari belülről tekintve, mert tud meg, Bruder, hogy az a millió forintocska, ami a lányra néz, furcsa kis lidélc. Nem csak azokat zavarja, nem kik meg akarják kaparintani, hanem azt is, akinek a mátkaládájában van. Éppen a karzat ajtajánál állottak, Feri visszarántotta homlódit. Azt hiszem, nem menjünk fel. Mondd váratlanul. Hogyan? Nem akarod, hogy bemutassalak? Azt látom, hogy a feladat sokkal kényesebb, hogy sem elhamarkodva lehetne megoldani. Gondolkozóba ejtem, mint az imént mondott János bátyám, hogy a millió gonosz livérc megzavarja a fejeket. Ez bizony igaz lehet, és hogy én ebből a hibába ne essem. egyelőre csak annyit mondok, amennyit a lusta miniszterek szoktak, hogy előbb még tanulmányozni fogom a kérdést. Ismerni akarom teljesen a terepviszonyokat, és haditervet próbálok csinálni. Amint akarod, hagyta rá homlódi vállat vonva, akkor hát menjünk vissza a politikához, mit szólsz a sógorodhoz? Nem mindennapi ember. E pillanatban széttárták a huszárok a tanácsterem szárnyas ajtajait, és kifelé tódultak a bizottsági tagok. Éljen a főispán kiáltásokkal. Tehát vége a beiktató gyűlésnek. Puff neki, kiált fel homlódi. Okosan tetted, hogy nem mentél a karzatra. De akihez a szavait intézte, nem volt mellette. Megfordult, hogy hová lett, hát az bizony visszament a karzat kiáratához, ott lest a letipegő hölgyeket, kik felfogván a lépcsőknél szoknyáikat, csinos formás lábakban és bokákban élvezetes szemlét nyújthatnak a kujonnak. Hollódi a gyűlés termen át a főispán belső szobáiba, igyekezett, ahová most bevonult, meggyarapodott udvarával, alázatos hízelgőivel, hozzáragadt mamelukjaival hanem hiszen nem is csoda. A meggyújtott lámpánál már mindjárt a gyufa sercenésénél ott vannak az éber muslincák. Csóva Jancsi, aki most diadalmasan vitte a főispán után az ott felejtett zergebőr bőrkesztyűjét, rájuk is terítette egy-két megjegyzéssel a vizes lepedőt. Persze, most már gyülekeznek a jó legyecskék a mézre, de mikor még azt hitték egy óra előtt, hogy mérgezett víz, máshogy röpködtek. Az öreg noszti megszólította homlódit. Nem láttad, Feri? Tót Marit lesi. Zsukta a füléde homlódi. Szeretem szólt sugárzó megelégedéssel, hogy én végre már hozzálát a fiú valamihez. Koperecki ottben fogadta a gratulációkat, boldog, aki kezet szoríthat vele, és bókot mondhat hozzá. Nagy dolog volt, remek dolog volt, ilyet még nem pipáltak Bontó megyében. Maga az öreg noszti is el volt ragadtatva, most már te vagy a helyzet, ura, mert a bontóri ember olyan, mint a legszilajabb csikva. Rúg, kapál, harap, ficánkol, de ha a hátára tudsz pattanni, megtorpan is engedelmesen poroszkál alattad. De hol vetted azt a pompás ötletet, lelkendezett rágányos, visszamondani a poltári beszédét? Mert ezt te turrá, hol vettem? mentegetődzött a maga szokott bohémiájával Koperecki. Könnyű volt elővenni, mikor csak ez az egybeszédem volt. Ezt is a malinka csinálta, ahogy szokás. Titkára ezt tapossa simára a főispán útját, hiszen tudjátok. Jó ízünk, kacagtak a körülállók, természetesen nem hitték el. Már is csinálta volna Malinka, amikor az csak abban a pillanatban születhetett. A főispán megjegyzés egy kis maró célzás akar lenni az elődre, aki tényleg titkárjával csináltatta a beszédeit, de milyen finom alakba önti gúnyolódását, micsoda nagy eszű ember ez. Míg a főispán úgy szerklét tartott, mint egy kis király, zsebre rakta a dicsérő szóvirágokat, nyers őszinteséggel megjegyezvén, bizony higgyék el, sohasem hittem volna, hogy ilyen könnyű mesterség a főispánság, az alatt Noszti a megfejthetetlen kormány sürgőn bosszantotta, s Malinkával együtt felturkálták a főispáb bőröngyeiben az összes hivatalos iratokat, még végle erő a kulcs. Vitte is nagy lobogtatva Kopereckinek, itt a kulcs, megvan a kulcs. Ez az, nézegette meg kíváncsian Koperecki. Micsoda ostobaság, uraim, ez, ami hivatalos nyelvezetünk, hát hogy lehet ezt józan kulcsnak nevezni? Hiszen a horgont is vasmacskának nevezi a nép, és okosan, mert megfogja a tárgyakat, mint a macska az egeret, csak hogy itt nem lehet félreértés, mert a voltak éppeni macska nincs vasból, hanem mit szólnának hozzá a taljánok, ha egyszerűen macskának neveznék a horgont, vagy horgonnak a macskát. Viszont nem volna semmi kifogásom, ha levélkulcsnak keresztelnie el a miniszter a számfejtő álkobákomjait, de így igazán hülyeség. Mindnyájan helyeslőleg bólingattak. Bizisten igaz, ő méltósága jól mondja, íme egy főispán, aki nem fél a kormánytól, ennek azután van gerince fölfelé is, nem csak lefelé. Még csodálatos a siker, egy óra előtt még ő rajta nevettek gúnyosan, hogy nem tudja, mi a kulcs. Egy óra előtt még ő volt ezért a szamár. Most már szín bölcsesség. Kijelentésszerű alapigasság minden, amit mond, és az adott esetben most már a miniszter a szamár. Hát, az jobban is megbírja, mert erősebb is és messzebb is van innen. Az órák künn a tornyokon a tizenkettőt kezdték verni, mire megkondultak a haranguk a négy különböző felekezetű templomokban. Hát, itt vanni, kiáltott fel vidámon Koperecki. Milyen jó lenne most ebétezülni, de hallom, nem lett belőle semmi, nem akartatok a vendégeim lenni, vagyis tegnap még úgy festett a dolog, hogy az ebéd nem látszott megtarthatónak, tehát kihagyták a programból, én most hát, rágányoségnál ebédelek a rokonsággal, ahhoz azonban még át kell öltöznem németnek. Ti csak maradjatok itt, és így a papromorgókat, mindjárt végezek kitört a méltatlankodás, hogy micsoda szemtelenség volt azoktól, akik ezt cselekedték. Nem a prehendálom én azt, felelte Koperecki. Ti is jobban esztek otthon, én is jobban eszem a rokonnál, és ezzel vége, a pesgő pedig megmaradt, majd megisszük, ha az asszonyt hazahozom egy pár hét múlva. Hát ez is tetszett mindenkinek, hogyha majd az asszonyt haza hozza. Milyen kordiális és egyszerű. Ezzel eltűnt a harmadik belső szobájába, és átadta magát a bubenyik kezeibe, aki már várt rá keményre vasalt elejű ingel meg a frak mert a családbéli hölgyek úgy volt mondva kivágott ruhában jelennek meg, a nélkülözhetetlenné teszi a frakkot. A hiánynak ellen lábas a másik hiány, csak az a különbség, hogy az egyik nemnél hiány a derekat takaró öltöny darabon legfelül van, a másik nemnél legalul. Igazán bolond ötlet azzal fejezni ki pompát, hogy valamit elvágnak egy szabályszerű, megszokott ruhadarabból. No, bracsok, Slatki, No, édes testvérke, nyúzd le hamar rólam ezt a bőrt. Látod, öreg varangy, milyen jó vettem, most nekem, legalább tótul beszélhetek veled. Nem adom száz forintért, hogy a nyelven mezít láb járhat egy kicsit. Kell az ilyen üdítő változatosság, hidd el. A láb is akkor érzi magát jól, mikor a szorító csizma helyett papucsba jut. Hát ott voltál -e a közgyűlési teremben? Ott voltam a karzaton. Mit szólsz az esethez? Bizony nem hittem volna méltóságos uram. Hát ugye értünk egy kicsit a csízi jóhoz. Büszkén düllesztette ki mellét, és ravaszul mosolygott. Te, Bubenyik, a mi tótjainkat nehéz lett volna így lefőzni. Mi a nézeted? Az, hogy nyújtsa ide most a másik lábát is, és az, hogy sok ember egybevéve sokkal ostobált, mint csupán egyetlen ember, ha nagyon ostoba is. Hm. Ebben alig, ha nincs valami igazad, hallottad végig a beszédemet? Hallottam én már azt otthon is, mikor a úr tanulta, – Ben vannak már a kis az ingben? – Betettem őket. – Hé, te ha az a két vén sárkány ideadta volna véletlenül a két megmaradt gyöngyöt is, ez lenne ám most nagy effektus a mellett zőben. – Az ám, pedig talán ide is adták volna arra az egy alkalomra, ha kértük volna. – Nem hiszem, de minek is adták volna ide, a tekintélyt emelni. Bubenyik egykedvűen intett a kezével. Abban is csak olyan főispán volna méltóságosul, mint az aranygombokkal. Mert azt gondolom, én parasztészsel nem a gombok teszik a főispánt, hanem az, hogy maga gombolja-e azokat, vagy mások. Mit akarsz ezzel mondani, Bubenyik? Velem akarsz kikötni? Nem akarok én semmi egyebet, csak a melléint akarom feladni, de egy kicsit, mintha megsoványodtunk volna, várjon, majd mindjárt meghúzom a csattal hátul. Úgy. Mit is mondtál előbb? Igen, hogy már otthon is hallottad a beszédemet. Hiszen nem volt az a méltóságos báró úr beszéde otthon, vigyorgott bubenik. Hogy-hogy? Pattan fel a báró szigorúan. Micsoda hülye megjegyzés ez, Bubenyik? Ejnye, hiszen váltig szít a Malinka urat, mikor tanulgatta, hogy minek csinálta olyan hosszúra. Ó, te Jerikói ökör, tehát nem az a nyém a frak, ha bár szidomérte esetleg a szabót, hogy hosszúra csinálta? A frak? Na, a frak, az, az igaz, a frak. Ez az argumentum csak ugyan megzavarta egy kicsit bubenyiket. Látod, hogy nem értesz a dolgokhoz, csak a világba beszélsz, de ugye szépen volt elmondva, mert erre már felelhet, az ilyet te is megérted, és ez a fő. Kétségkívül szépen volt elmondva, tetszett mindenkinek, az asszonyok dicsérték a karzaton, hanem valami nem megy a fejembe. Mi az ördög lehet az vén Az, hogy miképpen fiachatta az a beszéd a saját apját. Miért te volant? Hát a saját apját, vagyis azt a másik beszédet, melyet a vice ispán úr mondott el előbb, és mely úgy hasonlított ehhez, mint egyik tojás a másikhoz. Koperecki a fehér nyakkendőjét kötözgette figyelmesen a tükör előtt. Hiszen voltál te vándor színész is valamikor bubenyik. No ne pirulj el, hiába titkoltad régen, tudom, csak nem akartalak megszégyeníteni, de most bizalmasan beszélünk. Mondom, voltál te színész is, minél fogva könnyen kitalálhatod a dologokát. Vékony volt a gárdról, mi? Csak egy bársony köntöstök volt, mi? és Morkáro is abban pipiskedett, és Bánkbán is nincs abban semmi, közönségnek bizonyal így is tetszett. Igen, jegyezte meg Bubenyik, de Morkáro és Bánkván sohasem jelentek meg egyszerre a lámpák előtt, mert akkor nem tudom, hogy lettek volna, és mindezekhez még neveli a csodálatosságot a sorrend. Mert ha méltóságod mondja el előbb a beszédet, akkor még lehetséges volna a megoldás elgondolása de így igazán megfoghatatlan, miképpen tudta az alispán úr elmondani. Mit? Ki nem találtad volna? Olyan stomfax vagy? Hát a malinka adta oda neki, hiszen világos. És ezt a méltóságos úr helyesli? Hogy helyes le, el vagyok ragadtatva, és ennek köszönhetjük a sikert, micsoda taktikai húzás, fenomenális ötlet. Napóleon az illő nem malinkához, hanem én azért mégis jobb szerettem, ha Malinkának jutott eszébe, és nem Napóleonnak. Ha most király lennék, arangya fűtadnék a fickónak. Majd nyírunk neki a jóskáról, ha haza kerül a cigányoktól. Vigyázz magadra, mert ha azt a fiatalembert én előttem bántod, bizisten menten hallani fogod a krapeci harangok zúgását. Amely ígéret a családi szótár képletes kifejezései szerint két csatlanos pofonra szólt, de nem mindig következett be, még ellenben néha bekövetkezett minden ígéret nélkül is, nincsen a természetben egyformaság. Most bizony inkább csókolózni szeretett volna Koperecki, hiszen minden úgy ment, ahogy azt a magyar agy elképzeli, akinek az Isten hivataltád ád az ahhoz észt is. Íme már megvolt a nagy ész is dacára, hogy a mai nap eseményei még nem voltak kimerítve visszament vendégei közé, nem fogytak, szaporodtak Nosztiferivel, ki a kék golyó kapujáig kísérte messziről Tóth Marit, csak ugyan elbűvölő a termete. Ott elvesztve őt falánk szemei elő, gomolygó tervekkel jött vissza a társasághoz, ahol apja könyörtelenül befogta a számjeles sürgőny kifejtéséhez. Ide, ide számok ellensége! Mire Koperecki visszatért, most már olyan alakban, mint egy kivénül báli alak, piros szegfűvel gombjukában, de hiszen tudja Bubenik a dörgést, mindjárt észrevette a rajta függő szemeken, hogy azóta valami fontos történt, és már mindenki tudja, csak még ő nem. Csodálkozást, irítséget, hódolatot a pillanathoz kölcsönvet mosolyokat vett észre a jelenlevőkön, részint idegeneken, részint a rokonokon ámbától, még a rokonok is inkább idegenek voltak. Csak a két noszti az apa és fiú arcában volt valami rejtelmes, valami mélyebben fekvő, melyet az úri közöny nem jól takart. Apa, szólt Feri, közönyed talán izrael a sürgőny tartalmát, hátha ha sürgőnözni akarna annak következtében valahová. Milyen sürgönyt? kérdé élénken Koperecki. A belügyminisztereit, amit kifejtettünk, szólt az öreg egy jó Mikulás Jámbor hangján, az ebédhez szántam, de nem bánom, ha most tudod is meg. És ezzel keresgélni kezdett a zsebébe, mintha csak aranyos dió nyúlt volna be. Koperecki mohon kapta ki kezéből, föltette csiptetőjét, és olvasni kezdte. Mindenki tudta már, mi van benne, eldicsekedték a nosztiak. 40 ezer forint évi jövedelem csöppent le a mennyekből. Minden szem reál nézet, hogyan fog viselkedni. 40 ezer forint nem csekéség, az már pénz. Kurjanthat az ember, táncra is perdülhet, megölelgetheti az egész tisztelgő frekvenciát. 40 ezer forint évenként. Az ördögbe is ezen akár meg lehet venni apródonként az egész Tótországot. Denik, akinek az Isten részt adott, ad hozzá dominiumot domíniumot is. És ím olvasta Koperecki a következőket, hogy a külügyminiszter útján arról értesül a belügyminiszter, miszerint jelenleg Nápolyban időző Koperecki, Izsák, Izrael báró, lovaglás közben leesett a lóról, olyan szerencsétlenül, hogy rögtön meghalt. Mint hogy úgy tudom, fejezi be a belügyminiszter barátságos fordulattal, hogy az illető főúr, bár ellened utóbb a prágai örökség ügyében állítólag pörtindított, közeli rokonod volt, megelőzve a hivatalos utat a magánúton is sietve értesítlek. A beiktatás lefolyásáról értesítést várok. Bármennyire rátapadt is minden szem, mindent inkább láthattak arcán, szemeiben, mint az örömnek valamely felcsillanását. mégis mégiscsak van a kék vérben valami. Ez a rongyos tót bárócska nem újon a 40 ezer forintnyi jövedelemnek. Szinte hihetetlen. Sőt, nézd, nézd, homloka hogyan borul el, s valami ónszínű réteg vonódik szemeire, arcvonalai elnyúlnak, és érezhető, hogy róluk a jókedv és megelégedés érzése elröppent. Nosztipál a hasát simogatta kezeivel, annyira tetszik neki a veje maga viselete, s gondolatai ilyen irányban kergetőztek, de hiszen a mi Izraelünk derék spéci, jövője van. Tudja az arcát fékezni és hozzáidomítani a helyzetekhez. Olyan államférfi lesz ebből, mint a patyolat. Ki hitte volna azt? Hmm, nagy rejtett erők laknak ebben a kutya szlávfajban. Koperecki még egyszer elolvasta lassan a sürgőnyt, miközben tudva vagy nem tudva idegesen morzsolta és tépte szét a piros szegfűt görcsösen összecsukódó markában, aztán egészen lehangolva zsebre gyűlte a távirat szövegét, és így szólt Malinkához, ki a falon levő megyei térképet tanulmányozta. Malinka, most én ebédelni megyek, tegyen fel egy a belügyminiszter úrnak, hogy a beiktató közgyűlés a szokott módon is rendben folyt le, semmi cikorna is punktum. Ezzel aztán megindult lefelé a lépcsőkön a kíséretével, ahol rendre megnyilatkoztak a különböző csoportokban a vélemények, persze halkan. In camera caritatis. Ez aztán nobilis ember. Az az érzés, hogy egy rokont vesztett, mennyire felülkerekedett benne a nyárspolgári kapzsiság fölött, hogy 40 ezer forint jövedelemhez jutott. Ilyen esetben Más ember nemhogy el nem szomorodik, de el se bírja titkolni örömét. Bizony Isten olyan puha szíve lehet, hogy kenyérre lehetne enni. Nosztipának, aki hallotta ezt a véleményt, nem egészen kvadrált, hogy vejéről puhaságot híreztejenek. Tartsák inkább keménynek, féljék inkább, mint szeresség, mert a félelem a tekintély szoktatudajkája, a szeretet csak pesztonka mellette. Nem hiszem vágott közbe. Magunk közt legyen mondva, hogy Izrael a rokonát sajnálja, és hogy annak a halála szomorította el, mert hiszen ellenségek voltak, és most is pörben álltak. Ahogy én ismerem a vőmet és a kevély lelkét, az bántotta őt a sürgőnyolvasáskor, hogy Koperecki létére a lóról esett a megboldogult, mert ezt szégyennek érzi a Koperecki néven. Ez a jellemvonás még magasztosabbnak látszott a bontói karok és rendek előtt, csóválták is a fejeiket, teringette faszekere. Pedig hát nem volt igaz, se ez, se az. Koperecki a valóságban azért vágott olyan savanyú képeket, mert elgondolta, hogy ennek az eseménynek az ötletéből mekkora eret vágnak majd rajta az após meg a kis sógor, hiszen már a levélolvasás alatt is úgy feszengett ott előtte Feri úr, mintha ő lenne az a szilaj csikó, akinek a hátáról szegény Koperecki Izsák Izrael leesett.